6 óra és 8 perc, jó reggel. Tudjátok, ez a pénteki hangom, amikor már olyan oké, fáradt is, de ugyanakkor optimista, mert jön a hétvége, ahol szétszedem magam. és ez abszolút jó kedv. Jó kedv, Laci, jó reggelt. Jó reggelt, sziasztok. Jó reggelt, Gyuri. Jó reggelt, hello. Anecia, jó reggelt. Jó reggelt, sziasztok. Milyen szép körmöd van. Köszönöm szépen. Tényleg, olyan, mint egy ilyen polármaci. Hogy hívják ezt? Jeges medve. Ah, igen, egyébként Sarki Fény a fantázia neve a karomlaknak, igen. Úgyhogy nem állt távol tőled ez a megfejtés. Tényleg. Volt egyszer régen egy Ibanez basszusgitár, és azt hiszem, hogy a Sting is használta egy időben, és ilyen gyönyörű gyöngyház fehér volt, és azt hiszem, az volt a neve, hogy Iceman. Igen, és ez a szín emlékeztet rá. Igen, igen. Régi emlékek. Amikor még nem engedhettem meg magamnak. Ma már vehetnék hármat is. Így vagyok. Van benne önuralom. És még ilyen körömlakot is tudnál csináltam. Igen, van benne önuralom. Na jó van, gyerekek. Annyi kedvességet kaptunk, és ez most tudom, hogy irigyeltek meg minden, de nem is ajándékok tömkelege jött, és köszönjük a helynek. Jó, de ezzel nincs vége. Tehát amíg ennek az olasz fickónak a szerződése áll, ezt ígérte tegnap Hajdú Peti. Ezt mondta. Igen, ezt szerintem ők is tudják, de most így csak, hogy megmutassák, hogy mi a helyzet, annyi helyt küldtek, amivel gyakorlatilag be lehet minket falazni. Igen. Tehát így a kartonokat így az ajtóba rakod, akkor nem tudunk kimenni. Így van, simán. Ki kell magunkat inni a helységből. Na, azt köszönjük, de köszönjük mást is. Kaptunk, Valentin Okán? Valentin Okán. A Valentin Okán, a mesél, mit kaptunk? Ugye elolvasom, jó? Merci a pozitív említést. Kérjük, fogadjátok szeretettel a kis édes meglepetésünket. Hashtag nem reklám. A csokikat nem kedvelőknek készültünk gumicukorral is. Üdv a Stork csapata. De helyes. Nagyon-nagyon jó fejek. Hát az a merci Valentinre. Meghozta. Na jó, de tényleg, hát az a legmenőbb reklám. Érted? És az üzenete jó, hogy egy csoki, csak egy csoki, nem igen. kell Vespa. Igen, de én meg is kaptam. Te meg is kaptad, így van. Na jó, aztán én már így irigykedve hallgatom, amikor Dénes Tominál meg itt-ott hallom, hogy milyen koncertjegyek kerülnek olykor kisorsolásra, és kapunk egy levelet. Ez egy levél csupán. Kedves Bocskor csapat, Bocsi, Laci, Gyuri és Anett. Tudva a híresen nagy AC/DC rajongók, hogy híresen nagy AC/DC rajongók vagytok, szeretnénk benneteket meglepni. Mondjuk úgy Valentin nap alkalmából 4 darab AC/DC koncertjeggyel, ami a zenekar július 21-i pozsonyi koncertjére szól. Az AC/DC Power Up lemezének európai turnéja a Gelsenkirchenben startol május 17-én, és ugye a magyar állomás sajnos nem lesz, de a környéken azért több alkalom is kínálkozik, ahol meg lehet nézni Angus Young-ékat. Júni 23 és 26 Bécs, az Ernst Happel Stadion, júli 21 pedig Pozsonyban, Vajnori repülőtéren koncerteznek majd az AC/DC-sek. Jó szórakozást kívánunk nektek, Takács, Tóth, Gabi, Showtime, Budapest Kft., Encore, ugye, így mondják, hogy Encore, igen. Production Kft. Köszönjük! Nagyon köszönjük! Angus, Úristen, Angus újra élőben. Jó. Hát ez csapatépítés. Abszolút. Nézem is, hogy július 22 hétfő viszont akkor ementáli. Neked. Hát, te majd ott maradsz Pozsonyban. Ó, igen, én itt hát leszek. Vasárnap. Igen. Én itt leszek. Tudod, hogy a Laci úgy bulizik, hogy abból tényleg nem lesz másnap, hogy tényleg szerdán jön haza Pozsonyban. Én egy fegyelmezett katona vagyok. Igen. Hát haza indulunk éjfélkor. Inkább úgy mondanám, hogy olyan katona, aki jobban bírja a bulit, mint a Laci. Inkább úgy mondanám. Jó. Majd meglátjuk, de nagyon-nagyon köszönjük, hát ezzel nyilván élni fogunk. És hát látom, hogy tényleg itt a retróban folyamatosan mennek a játékok az AC/DC jegyekkel kapcsolatban. Óriási. És miután ma 10-kor kezdődik a jegyárusítás. Tehát ez olyan, én arra emlékszem, hogy az AC/DC utoljára Budapesten járt, és az ugye akkor a sportcsarnokban volt, azt mondom, hogy fél óra alatt, vagy egy óra alatt fogyott el az összes jegy. Uh-huh. De durva. Tehát nagyon-nagyon durva. És most sem az van, hogy jó, hát jön az AC/DC, akkor lehet azért jegyet, és akkor nyomom, nem tudom, itt a bécsi vagy a pozsonyi, hanem péntek reggel 10-kor nyitja meg kapuit a jegyárusítás, és én nem tudom, mi lesz itt. Szerintem 11-re vége. 11? Szerintem 10 óra 10-kor vége. Igen. Puh, Angus, Istenem, drága barátom. Példaképpen.
Hát látni fogod a példaképedet. Látni fogom. Ja, én egyszer már láttam is, hát az elképesztő. Tehát jó, azt hiszem, hogy hangerő sok van a legdurvább, amit kaptam, amikor tényleg nem kaptam levegőt a hangerőt, az a Rammstein volt. De emlékszem, hogy az AC/DC-n is hangerősokban voltam, arra abszolút emlékszem. SMS-e gyerekek, jó reggelt Anita Calgaryból. Hozzánk jön az enyhülés, így előkerül a bogrács, recsegjen, pattogjon a tűzifa, rotyogjon a gulyás, és süljön a palacsinta. Szuperek voltatok ezen a héten, napsütés és szép hétvégét mindenkinek. Megyek aludni, de holnap visszahallgatlak benneteket legalább kétszer. Időeltolódás, puszi. Anita Calgaryból. Aztán, Főni, láttad, hogy Vic lett a 2024-es tavaszi nyári Armani fehér nemű kampány új arca? Kár, hogy alternatív nemiségű a lelkem. Mondjuk basszusgitározni nagyon tud, Dobre Morgan Tonyo. Jaj, most a orientáltságát ne kritizáld már, kérlek, Tonyo, ez nem illik. Vic, most mondom nektek, hogy igen. Vic DeAngelis a Maneskin basszusgitár csaja, basszusgitáros csaja. Aha, törtem a fejem. Nézzétek már meg, hogy tudtok-e nekem képeket lementeni gyorsan. Vic, tavaszi-nyári Armani fehér nemű kollekció. Vic DeAngelis. Jó. Jó, léci, szerezzetek nekem képeket. Lacika, beleássa magát a fehér nemű divatba most. Léci, de van színes patron a nyomtatóban? Jó, hogy nem is jó pendrive-on, egyből nyomtatva kell? Jó, a pendrive-on, csak félek, hogy elvész. Igen. Ja, igen, mert nyomtatva van a szépben a többi is, ami érdekel, ugye Jennifer Lawrence és, az All-Star. All-Star. Igen, olyan képeket keresél, Lacika, ami abban a mappában mehet. Vic, nagyon jó csaj, egyébként tényleg. Köszönöm, hogy szóltál, nem tudtam róla, Tonyó, nagyon kedves vagy. Morgan, mindenkinek Babina márkájú motort keresek azonnali megvételre. Drága Anett, ha tudsz, kérlek, ezt a jó csaj. Babina. Egyelőre én is keresem. Adjon Isten, 26 éves Lager Forever, piros szalag a mai napig a hátizsákomon, amivel járok. Szép reggelt mindenkinek, Jocsi a Sztárpászról, hogy akkor indult, ugye, Sláger Rádió? 26 éve. És én nem is voltam ott az első évben, akkor én egy Danubiusnál voltam, csak hát aztán annyira erős volt az átcsábítás. Hogy áttekertetek. És a szakmai tudás, tehát azt hadd tegyem hozzá, hogy nekem az volt a döntés oka, hogy ott tényleg nagyon-nagyon komolyan értették ezt a szakmát, én meg még akartam, bár gigasztár voltam, de akartam tanulni még, és ott jobb helyen gondoltam magam, és igazam is lett. Igen, Gabi bátyám, jó reggel, tegnap egy visszautasíthatatlan ajánlatot kaptam páva páromért cserébe. Ez egy pár, ez a páva? Eddig egy vagy a McLarenes párja? Én is úgy értettem, hogy McLarenesnek a párja a páva. Ó, oh, az még rosszabb, mint hogy két páva. neked melyik kép tetszik jobban? Páva-páva, vagy páva McLarenes? De én azért a McLarenes páva kombon jobban szórakoznék. Ki nem, de... Még december elején hirdettem meg őket, csere is érdekel megjegyzéssel, az első érdeklődő most jelentkezett, egy felújított csocsóasztalt kínált cserébe. Kis gondolkodás után nemet mondtam, és levettem a hirdetést. Megsajnáltam őket, akkor ők nem, ők páva-páva. Ők kettő. Maradnak, kínlódok tovább, a McLarenes. Pedig egy szép csocsóasztal. De mennyit panaszkodik? Hát a csocsóasztal meg csak az öröm. Igen. Ja. Jó reggelt, isteni mesterek, bocsi, légy szíves, kíván nekem szar szerencsét. Mi az a szar szerencse? Az idei első pontyhorgászathoz, aminek ma van a napja. Üd a paksi erőműves tavakról, a tesz a hegesztő. Hát ez is biztos ilyen Babina. Nem szabad szerencsét kívánni, hanem szerencsét. Mint ahogy a vadászoknak mondják, hogy törjön kezed, lábad? A vadászoknak szokták mondani, igen. Színészeknek, hogy lőjenek hátba a színpadon. Vannak ilyen fura jó kívánságok. De mi ez a szar szerencse? Hát tudod, direkt nem szabad. Hát az nem sikerült. Igen. Hát az S-O-K betűk helyett az S-Z-A-R betűt sikerült ideírni. Valószínűleg egy ne haragudjatok, kamionban ülök. Igen. Hát ne haragudjatok, a szövegizé csak ezt ismeri tőlem. Ezt a szót, hogy mindent erre javít ki. Lehet, hogy az autokorrektből ezt a proli verziót kívánok neked. A tesz a egesztő, kívánok neked szar szerencsét. Szarutat is. Szarul, akkor bocsi, igazad van, üzenik. Jobb, ha terepjáróval közlekedik az ember. Tegnap beleszálltam egy olyan kátyúba, hogy hát nem kívánom senkinek azt, amit éreztem. Megúsztam, kár nem lett, de köszönöm. Már nem is tudom, hogy hol menjek, merre minden nap új kátyúk vannak, felháborító, vigyázzon mindenki, Zöldséges Zsolt. Nem lehet ezt elégszer elmondani, és teljesen igazad van. Én ma is, hát én ilyenkor már felező vonalon megyek az országúton, jobbra-balra, kész. Hát ez tudod, a vész földobja, hogy nem tudom, 500 méter múlva kátyú megerős. Vagy nincs ott. Én még nem látom a kátyút 500 méterre, de biztos olyan megerősítre nyomok, mert az 7 centség, hogy ott van. Igen, csak sajnos nem a vész fogja ezt helyrehozni. Nem. Igen, és a másik, hogy ne bízz a vészben,
nyilván az a kártya ott van, de hát egy csomót nem jelez. Mm. Hát az autós társak a múlik, hogy ő most akkor oda böke vagy sem. Én a Vézzel nem szoktam kommunikálni, a fejes az állandóan. És ő mindent visszaigazol, igen, volt ott rendőr, volt trafipax, igen, kártya, tényleg van leállt autó, elütött róka, minden, és nyomogatja így a izét. Ezt nem hiszed el, Vézz, mit láttam, figyelj. Figyelj, Vézz, mit láttam. Csörögjetek rám, elmesélem. Időjárás Anettől, tartja magát a februári tavasz, a felhők mögül ma is kikacsint a nap, és az eső is elkerül bennünket, bőven 10 fok felett lesz a csúcs. Holnap már lehet zápor, zivatar, de enyhe lesz a hétvége időjárása is. Rekord enyhe volt a február első fele. Egy hűvösebb áprilishoz hasonlított az idő. Nem volt ez mindig így. 84 éve Miskolc Görömbölytapolcán mínusz 35 fok volt. Azóta sem dőlt meg ez a hideg rekord. Mínusz 35 fok. Hát igen. Szerintem azt túl se élnénk. Hát mesztelenül ki nem, de sokan a Görömbölytapolcaiak közül bemettek a házba. Bizony. Nagyon nem hülyék ám a Görömbölytapolcaiak. Begyújtották a kandallót, mindenfélét. Igen. Mondják, hogy azok nem olyanok, de tudják. Ha kimentek, akkor is felvettek kesztyűt, sapkát. Hát ezt nálam mindig elmarad. Na, Julianna és Lilla névnap van. 365 éves a csekk. Oké, 1659-ben ezen a napon állították ki az elsőt, 400 angol fontról. Ma is megtekinthető a Westminster apátságban. Ehhez azért nagy bizalom kellett, hogy valaki adott neked egy papír, nézd, ez az első csekk, ez 400 fontot éri, de adod érte a, mit tudom én, zsák búzádat, vagy nem tudom mit. Hát, vagy többet is azért, több, a házadat. A házadat, aztán igen. Így a történelem során, főleg Amerikában sokan próbálkoztak még ezzel. Nézd, ad ide ezért a csekkért a mindenedet. Ott aztán még most is megy. Igen, ez vicc, hogy az Egyesült Államokban világ legfejlett, vagy egyik legfejlettebb ország. És ott tényleg van az, hogy valaki előveszi azt a notesz füzetet, beleírja, hogy $600, aláírom Háder György, odaadom ezt a papírt, és ezért te odaadod nekem cserébe a, mit tudom én, használt Harley Davidsonodat. Igen. És aztán beviszem a bankba, és majd ott kiderül, és hogy ott derül ki, hogy frankó-e. Pontosan, igen. Ez hihetetlen. Izgalmas, izgalmasabb volt a pénzügy. De az tényleg az milyen menő volt, amikor a filmekben tudod, látod, aki a belső zakó, belső zsebből előveszi a kis csekkfüzetét, de ó, van akkor, és megírja. Igen, Laci, de odaadja. Körülbelül a 70-es években, tehát onnantól, hogy már van American Express card, meg Visa kártya, meg minden, onnantól már nem értem ezt. Nem értem ezt a csekkfüzetet az amcsiknál. Pedig... Remélem, egy csomó pénz elveszett így. Nem, hát milyen jó az a film, tudom. Oh! Mi van, megjött Vic. Basszus. Ezek már azok a hirdetések. Mert én láttam, hogy milyen tök jók a szettek. Csak a hallgató kedvén mondjuk mi nem látjuk, csak ő. Csak jó, hát nem tudom rádióba bemutatni, csak azt tudom mondani, hogy hogy élvezkedek. Hát egy hangban. Ez is okés nekünk végül. Persze. Is. Aha, köszönöm. Jó. Te is Laci, nem tudod, miről maradsz le most. Ez aztán nem, tényleg van, jó, van benne. Nekem az, hogy így áh, az Atikám, te elég. Is nézd meg. De várjál, folytatom az Anett dolgait. Azt mondja, 65 éves a mai napon John McEnroe. Német-amerikai teniszcsillag. Mitől német? A neve is mutatja, hogy... Képzeld el, hogy van valami kötődés a Németországhoz. Úgyhogy ez... Én most hallom először, hogy John McEnroe-t ismerem 40 éve, de az, hogy német-amerikai, az csak a te szöszölményeidből. Igen. És a McEnroe név miatt? Dehogy is, és nem a is John? A John. Akkor mire alapozod ezt? Hát gondolom, a felmenői között van egy német, és akkor sok helyen egy. De akkor nem mondják, hogy német, amely a Gyuri felmenői között is van egy német. Ez így van. Az öreg Háder. Háda. Na, hát én még. Ezért szoktam a Gyurinál azt írni, hogy de, német, de a Gyurina, magyar. De hát nem írunk ilyet, Anett. Ne, tényleg a hülyeséget kapcsold már ki magadból. Nem bírom. Egyáltalán nem bírom kikapcsolni, mert ettől vicces. Inkább azt mondtad volna el, mert John McEnroe valamelyik amerikai rockstar banda énekesnőjét vette feleségül. McEnroe a legjobb fej a világon. Hogy azt nézd meg, hogy ki a felesége, melyik bandából. És az NSK-ban született. Egyéniben 7 Grand Slam tornát nyert John McEnroe, a legnagyobb király. 45 éves Valentino Rossi, olasz motorversenyző, 9-szeres gyorsasági motoros világbajnok, ő egy legenda. 56 éve vezették be a 911-es, az nem a Porsche. Nem. Ez a segélyhívószám? Ez a segélyhívószám, ja, igen. Az érdekel. Van fontos. Hát nekik. Várjál, egyelőre azt látom, hogy 180 centi magas, 75 kiló. De mire kerestél rá? Hát a John McEnroe. Hát talán felesége? Wife? Valami? Hú, de nem vagy egy nagy kereső. De, hát
Mondjuk nem vagyok nagy kereső. Jó, most ezt megvárom. Adásszünet, megvárom, még megtalálja John McEnroe feleség. Add vissza addig a pucérképeket, ahogy csinálok. De tényleg, te eltettette? De milyen egy gusztustalan ember vagy? Hazavinnéd, mi? Hát eltette, és már a kezét nem látom. Na, az oldal nem található. Ilyenek ezek a friss házasok. Az interneten nem található meg John McEnroe feleség. Volt felesége Kitállal, volt felesége a világhírű Tatum O'Neill, mert egyelőre ezt találtam. Az volt a régi felesége, most egy rockstar felesége van. Na. Jó, akkor nézem. Ez a Patty Smith. De neked csak régi internet van? Várjál, nem. Most kijött az új tegnap. Én frissítettem. Jó, Anett, én ezt elengedem. Megvan, hát ő a Patty Smith. Ő egyébként a felesége, amerikai énekes és dalszövegíró. Igen, de hogy melyik bandában, azt még nem tudom. Nem baj, ez is jó, és gyors voltál. Celldömök, plusz 4 fokos 11 lesz napsütéssel, Mórahalom plusz 3 fokos 11 lesz a csúcs napsütés, Calgary minusz 9, de 0 fok lesz, valóban melegszik, és napsütéses, Kaba 1 fokos 9 lesz. Itt is sütni fog a nap, épp úgy, mint Budapesten, 2 fokkal indulunk, és 10 fok lesz. Jó, gyerekek, építkezés. Az egy olyan dolog, te építkeztél, vagy... Építkeztünk, halljaj, éveken át. Nem örökölted ezt a házat? Hát de akkor is kellett építeni rajta. Tehát ez egy pici ház volt, felújítva volt, meg hozzáépítve, bővítve lett a ház, és így aztán az építkezésnek minden gyönyörét megtapasztaltuk. Az egy horror, mindenki azt mondja. Egy valakit ismertem, aki azt mondja, hogy én ezt nagyon élveztem, annyira jó volt, és akkor de én fejes. Csak azt, nem a fejes, de csak azt hallom mindenkit, hogy az egy rém álom. Emlékszem, még cipővel beszélgettem régen, és hogy házat venni, vagy tehát, hogy már, hogy kész házat megvenni valakitől, vagy építeni, és ő azt mondta, hogy mindenképpen venni. Uh-huh. Hát igen. Akkor legalább meg vagy, maximum kifested, vagy egy picit felújítod, de az, amikor a nulláról kell, vagy mindenféle buktatóval, mesteremberrel, az idő, a pénz folyik ki minden változó tényező körülötted, ez brutál. Hát... Igen, és az átverések, most van egy másik barátom, aki építkezik, ők csináltak egy nagyon-nagyon jó költségvetést, de már a föld túró átverte őket. És az 2 millió így a kukába. 2 millió a kukába, és csak ez. Nem viccelek, tehát annyi, de azért mondom mindezt, mert képzeljétek el, az én drága plátói szerelmem Pásztor Anna, elkezdett építkezni. 25 albérletben volt így élete során. És azt mondtam, most ez a 26. hely az enyém lesz. És építkezik a drága. És erről az egész építkezési folyamatról csinált egy vlogot. De egyre jobban kezd kiborulni. Ugye? Te beszéltél vele? Beszéltem vele. Hát nagyon sokat tanult, és nagyon sokat bölcsesedett, vagy bölcsült, hogyha lehet így mondani az elmúlt időszakban. Mert... Ő maga a higgadság, ő maga a harmónia, ő maga a zen. Én nem nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy őt ki lehet hozni az egyensúlyából. Én azért el tudom képzelni. Ezt a rockstar szerintem meg lehet indítani. Szóval Pásztor Anna az építkezéséről fog beszámolni, tényleg azokról a hátulütőkről, és ez talán lehet okulás is azoknak, akik vagy most vágnának bele, vagy a második házukat építik, mert a feleségük elvitte az elsőt. Hát, van ilyen? Ismerek a baráti társadalommal. Na, elmondja, hogy ki a legrosszabb a skálán. A villanyszerelő, vagy a burkoló, vagy a földmunkás, vagy az ács, vagy a tetőfedő, vagy a szaniteres. Tehát, hogy ebben az egész műfajban én ezt soha nem tudnám végigcsinálni. Hát kíváncsi vagyok, hogy fog-e kiemelni szakembert belőle, vagy azt fogja mondani, hogy mindenkivel pokoli nehéz. De ő beszállt dolgozni, az Anna igen. Dolgozik velük együtt. Nagyon durva. Csak gondoljatok bele, hogy egy lakásfelújítás mekkora mellő, és mennyi váratlan dolog van benne. Nem, hogy egy ház felépítése, iszonyat. Elképesztő. Pásztor Annával beszélünk erről, az építkezés hátul ütőiről, és hát drukkolunk neki, hogy valamikor elkészüljön már végre az ő otthona. Ez az egyik. A másik pedig, ez egy nagyon érdekes, de tényleg cuki szerelmi sztori. Itt van egy amerikai nő, aki egy csúnya szakítás után elment Párizsba. Oké, picit pihenni. Azért. És Párizsban, egy kávézóban a pincér, aki kiszolgálta, hát szóba elegyedtek, és egymásba szerettek. De ez a szóba elegyedés nem olyan egyszerű, mert a pincér nem beszélt angolul, és a csaj Erin nem beszélt franciául. Ma ezt már együtt élnek. Amerikaitól, franciától elvárható oda-vissza. Szerintem is. Ma már együtt élnek, de hát a Google fordítóval kommunikálnak. Jézusom, milyen akadozó beszélgetések lehetnek ezek. Lehet ezt fenntartani így? Hát figyelj. Hát ezek szerint működik, hiszen együtt élnek. Működik és együtt élnek, de azon kezdtünk el gondolkozni, a Gyuri meg én, ugye a két nagy... Párkapcsolati szakértő.
Igen, majdnem azt a szót mondta, hogy bubus. De nem fogom magunkat ennyire degradálni. Szóval azon gondolkodunk, hogy mi ennek az ismerkedésnek a metodikája? Mi a jó szóhasználat? Mivel tudok imponálni a másik nemnek? Stb. Hiszen ezek biztos, hogy jó dumákat nem löktek, a humora nem derült ki, egyiknek se. Tényleg, hogy jön át valakinek a stílus, ami nagyon sokat számít szerintem az ismerkedésnél, amikor itt halljuk a Hungary Machine-ba, hogy a Google miket tud fordítani. De most képzeld el csak azt, hogy kezdesz bele a flörtölésbe, igen, amikor az még azonos nyelven is baromira nehéz egy tök idegennel elkezdeni ezt a folyamatot, nem vagy akkor, amikor a Google fordító ilyen géphangon nyomja neked a dumát. És ez az ő problémájuk, de eleve, ahogy mondod, hogy a saját nyelveden is baromi nehéz, hogy szólítasz meg valakit, hogy szólítasz le valakit, ha lehet így fogalmazni. Akár szórakozzál, akár a munkahelyeden megtetszik valaki, akár egy buszmegállóban. Tehát, hogy mi erre a jó? Én kíváncsi vagyok, hogy te például mi volt az a mondat, az a gesztus, az a bármi, amivel a feleségedet annak idején felszedted, vagy majd te is mesélj a sztoridat. Jó. Nekem nincs általános receptem, én nem is tudom, hogy sikerült. Na, majd erről is mesél, meg kérdezgetik. És ennyiszer, hogy sikerült. Milyen eszközökhöz nyúlsz? Kíváncsi vagy? Nem tudom. Történik. De hogy van-e erre bármiféle recept, jó tanács, hogy hogyan ismerkedjünk, vagy ez a Tinder világa mindent megölt, ezt fogjuk megbeszélni dr. Hevesi Kriszta szexuálpszichológussal, ismeritek őt, és ő például nagyon, nagyon jó házasságban, nem a hosszú házasság titka érdekel most, ma ne haragudj, Anett. Nem baj. Hanem az, hogy tudunk jól ismerkedni, ez verbális, ezek külsőségek, érezni a másikat, vagy legyen egy standard technikánk, mert mi abban vagyunk jók. Hogy teremtsük meg azt a pillanatot, hogy valaki megszólítható mondjuk egy boltban is, hogy ne vigyük túlzásba, hogy már egyből azt higgye, hogy valami bolondok vagyunk, mert ez pontosan a legjobb para. Milyen jelekből olvashatunk, hogy bejövünk a másiknak. Uh-huh. Ezt Krisztával remekül meg fogjuk tudni beszélni. Aztán ami Vokcink folytatná a háztartási bűncselekményeket, vagy a hétköznapi, vagy a családi bűncselekményeket, tudjátok, hogy ezt elkezdte egy pár műsorral ezelőtt, és jöhetnek a tegnapi nap legjobb pillanatai szerintem most. Ez a nagy vázatörés, a la Hajdú. Nakács Lacival futottunk a debreceni nagyerdőben, egyetértettünk abban, hogy csak A megoldás van, B sosem. Fáradtan ébredtem, sok volt az a 10 km, puszi Nikol. Jó van. Álomban 10 km-be el lehet fáradni? Hát szerintem simán. Álomban ellen. És milyen jó érzés, most már letudtad a mai sportot, úgyhogy ma már bűnözhetsz. Igen, akkor a mai naptól titeket hallgatlak. A másik rivális csatornát sok évig hűségesen hallgattam, de elegem lett belőlük egy életre. Remélem jó lesz veletek reggelente, és sok évig veletek leszek. Minden reggel lesz majd valami hozzászólásom a témátokhoz, amit remélem néha beolvastok. Füsti vagyok Győrből. Füsti, Isten hozott, nincs SMS garancia, azt azért ne várd, de tök jó ízlésű ember vagy. Igen, örülünk neked. Igen. Nem akarunk spoilerezni, de jó lesz. Igen, van másik is, gagyi a műsor, más nem tudtok, mint idétlenül röhögni. Szánalom. Én egyébként már a slágerrádiós időkben is volt ilyen, ez is egy ilyen típus. De figyelj, de te meg hallgatsz bennünket, ezt fog már fel. Tehát írsz és hallgatsz, és holnap megint hallgatsz, és függsz tőlünk. Ez a baj, hogy nem tudod kikapcsolni. Képtelen vagy rá. Egyszerűen megszállottja vagy a műsornak, hogy azon te bosszankodhass. És ha kikapcsolnád, akkor ezt nem tudnád máshol kiélni, azt mondom, a lépcsőházban. Függsz tőlünk, hallgatni is fogsz. Még sok-sok évig. Igen, és te is benne vagy az 1.400.000-ben. Gratulálunk. Neked is köszönjük. Tisztelt Bocskó csapat, kedves Anett, a Vespa importőrénél dolgozom sofőrként. Na, alakul ez. Főnökömmel egyeztetve. Igen. Szeretettel meghívunk Csabival együtt a Dunakeszin található telephelyünkre, ahol közel 20 féle Vespa közül választhattok, és ki is próbálhattok. Babinánk nincs. Ez milyen arc? Ez óriási. Köszönjük szépen. Vespa választás. Igen. De nincs ajándék Vespa, tehát ajándék. Nem azt jelenti, hogy kis motorozol vele a kapun. De ezt úgy értettem, hogy mire Anették odaének ki vannak töltve a papírok, csak a típust, amit választottak, azt kell beírni. Ez a baj, hogy te mindig úgy érted ezeket, de nem. Elmentsem a számát, vagy? Igen. Jó, akkor ezt már mindjárt fölírjuk. Akkor Eni vagyok Winnipegből, Kanada szintén. Általában visszahallgatlak benneteket, de most élőben itt vagyok. A csekket én is utálom. A legnagyobb meglepetés az volt, amikor azt kérték, faxoljak el egy bizonylatot. 21. század Kanada, tényleg? Szép napot nektek. Milyen digitális dolgokban, egyébként jók vagyunk. Parancsolsz? Akár, vagy... Nem, Magyarországon? Hát, figyelj, összehasonlítva egy pár helyen jók vagyunk. Aha. Jó, mindegy, majd menj ki.
Faxolja csekket. John McEnroe Wiesbadenben született, Németországban teniszrajongók tudják. Oké, ez nem jelenti azt, hogy német. Tehát nem. Lehet születni bármelyik kórházban. Wiesbaden, igen, megnéztem, egyébként amerikai mindkét szülője. Tehát, hogy azért mondom, hogy egy akkora baromi, mert Wiesbadenben született. Szép az a vízesés, izé, aztán megindult. Én megelőlegeztem neki egy német állampolgárságot is. Jó, csak legyél már hiteles. Tényleg, a hitelességet várnám el tőled leginkább. Igen, igen, és szólóban énekel a feleségem, tehát hogy nem zenekarban. Jó, most már nem tudsz feldobni. Mindegy, és punk rajongók szerint ő a punk keresztanyja. Peti Smith, abszolút. Igen. Igen. Na látod, Laci... felkészültem. Hadd már Lacit beszélni. Nem akarom. Akkor mondjad, mi van még a Peti Smith-szel. Nem akarom. Mert engem érdekel. Laci, mondjad már, mit találtál? De nem akarja az Anett. Mondd már, én akarom. Ezek szerint a Laci sem akarja igazából. Hát figyelj, az van, hogy Szabó Zsófi ugye pár hónappal ezelőtt bejelentette, hogy távozik a RTL reggeliből. Komolyan? Igen, de nem hallottad a hírt annak idején. Én nem hallottam a hírt annak idején. Azt mondta, hogy van neki vállalkozása, meg élete, és azt majd csinálja, és ő rendben lesz, és megvan akkor, hogyha a televízió nem része az életének. Hát neki olyan komoly influencer karrierje van, erről nem is régen nyilatkozott, hogy sokkal-sokkal többet keres. Igen, csak én azt gondolom, hogy ha a kettő együtt megy, akkor az igazán hasznos. Tehát azért nézd meg Kassa Tibit is, nézd meg másokat, tehát hogy a tévé is van, és influencerkedés is, az, amikor önálló útra kerül az egyik, az már valahogy nekem súlyát veszti. Bocs, hogy ezt mondom. Szóval én szerintem, aki tévében van, az fajsúlyosabb, hát, mint tudja, aki csak a YouTube-on van. Nem tudom, azért nagy pénzeket keresnek, mert nagy keresnek. Nem erről van szó, hogy nem keresnek nagy pénzeket, többet keresnek, mint mi valahol, pedig mi becsületesen dolgoztuk végig ezt a média izét, időszakot. Nem mondom, hogy ők nem. Na mindegy, jó, nem érted. Nekem Szabó Zsófi amúgy is a szívem csücske, emiatt. Egy pillanat, bocsánat, most miért nem válaszolsz, most miért terelsz? Tehát tényleg? Tényleg nem szeszbe jönni, amikor én itt vagyok? Nem, most akkor álljál bele, hogy ez a vélemény. Hát figyelj, többen vagyunk itt műsorvezetők, és végül is te nekem a sor végén vagy. Jó, Zsófi. Imádom. Imádom. Igen. A hír pedig a következő, hogy ezeket a párbeszédeket rövidesen akár Pakman Péterrel is lefolytathatja. Mert hogy? Mert hogy megy a TV2. A Zsófi? Képzeld el, hogy hát ez még... Onnan jött egyébként. Hát bizony, jóban, rosszban, igen, és most megjelent a Blick talán valami Benfentestől. Megtudta, hogy ott már a Mokkába készülődik Zsófi, tehát van egy ilyen hírfoszlány, vagy valami, és akkor megkeresték a TV2-t, és akkor mondták, hogy nem erősítjük meg a hírt, hanem gyertek el újságírók a Házasság első látásra című műsor hétfői sajtóeseményére, ahol sok minden kiderül majd. Tehát de akkor nem reggeli műsorba megy oda, hanem akkor véletlenül kap egy ilyen feladatot. Nem tudom, ott szóba került a Mokka, és akkor ennek kapcsán lehet, hogy azt is kap. Tehát, hogy van ilyen, megy a Mokkába is, meg megy ebbe a műsorba is. Jó van, helyes. Aztán Iszakesztés gyúrta Dani, képzeljétek el, ugye 2 évvel ezelőtt ők teljes titokban összeházasodtak, viszont most az nem titok, kiraktak egy instaposztot, hogy babát várnak. De jó. Igen. Hagyom hatni. Szuper. Én örülök neki. Sok boldogságot. Igen, kívánom egyébként én is. Én mind a kettejüket nagyon bírom. Tehát a Danit is nagyon bírom, Esztit is nagyon bírom. Tényleg, őszintén sok boldogság. És kiraktak egy tök jó képet, ilyen mom and dad baseball sapkákban vannak, és egy ultrahangos fotót így tartanak a kezükben, így összeülelkezve, és odaírták, hogy bár ez egy nyilvános poszt, de odaírták, hogy a kép és a kommentek tartalmának felhasználása és megosztása nem engedélyezett, használata azonnali jogi lépéseket von maga és után. És te mégis látod a képet? Nyilatkozni a témával kapcsolatban egyelőre nem szeretnénk, köszönjük a sajtó megértését. Hát az Instagramon lehet látni ezt a képet. Az övékén egyébként, de a cikk de mi is ezt tesszük ki, mi sem engedjük a képeinket felhasználni, mert ebből volt egy pár kellemetlenség, és nem fogjuk. Nem csak én ezen gondolkodtam, tudod, hogy nyilván ez egy nagyon nagy öröm, és ez lehetett volna úgy is, hogy semmit nem mondanak a dologról, de ők kitettek egy képet azzal, hogy viszont ez egy olyan hát jó, kép, hát ami nem tartozik senkire. Ide a követőikkel megosztják, de nem szeretnék, hogy ez tovább gyűrűzzön, meg nem szeretnék, hogy emiatt őket most zargassák. Hát nyilván fogják, tehát ez így van. Csak ne felejtsük el, hogy a Dani egy visszahúzódóbb srác, az Eszti meg influencer, de visszahúzódó, de azért tolja. És szerintem ez egy ilyen, oké, megelőzzük azt, hogy a kórház pletykáljon, vagy ilyesmi, szerintem ennyi. Ennyi történt. Jó, és igen? GVM egyik fotóján pedig boxkesztyűt láttak, úgyhogy már indultak a találgatások, hogy megy a Starbucksba. Ennyi. Ezek vannak.
Jó, hát mióta a Starbucks van, azóta, ha valaki boxkesztyűt látnak, akkor az a találgatás. Sőt, megy az üzengetés is, hogy ki szeretne menni. Szóval, hogy meg kit akar megverni nagyon. Úgyhogy majd meglátjuk. Meglátjuk. Laci, köszönjük szépen, óriási vagy. Jövünk vissza nem sokára, és hívjuk Pásztor Annát, az Annalne Barbies Annáját azért, mert képzeljétek el, építkezik. És ő nagyon-nagyon jó fejcsaj. Én imádom őt, és tényleg ő mindenbe beleáll, ugyanakkor végtelenül nyugodt és harmonikus, és mindenkit szeret. Nem biztos, hogy most ez így van, amikor építkezik. Igen, valahogy emberek sodródnak abban a helyzetben, hogy nem lehet őket annyira szeretni egy építkezésnél, ezek általában a kivitelezők. Ez nem tudom, az embert, aki üti a, nem tudom, csempét, az kivitelező? Ő például az egyik például. A sok közül. Aki igen. Behúzza a csövet a izébe és becsavarja, azt kivitelező? Igen. De szerintem a kivitelezőket ez egy ilyen összefoglaló név azokra, igen. Akik a házamat szétbarmolják? Meg utána összerakják. Aha. Aha. Igen. De okay. Őket is nagyon lehet szeretni, csak közül azokat nem, akik át akarnak verni. Nézd, nekem olyan kivitelezőim vannak, a vízszerelést olykor végzi nálam, akiket imádok, tök jó fejek, de hát el kellett jutni idáig. Hát hány éved van ebben? Hát én ugye használt házat vettem, és a mai napig hullanak ki a csontvázak a szekrényből, tehát ott azért van mit helyrehozni, de nem baj, szeretem a házat, és itt találkozom a kivitelezők, de ez tök más, hogy ő építi nulláról, és beleőszül. Tényleg, én ezt olvastam, hogy őrület, ami egy ilyen építkezéssel jár. Ezt gondolom sokan tudják, akik már építkeztek, de Annával, miután ő csinál is egy vlogot erről, arról fogunk beszélni, hogy mit tanult ő ebből, mit csinál, hogy áll a ház egyáltalán. Mitől lettek ezek a tünetei egyébként? Igen. A stressz, a testi fájdal, nem tudom. Satöbbi, és hogy tud-e bárkinek valamit tanácsolni, aki még a jövőben tervezi az építkezést. Hívjuk Pásztor Annát a hírek után. 7 óra 13 perc, jó reggel, drága hallgatók, itt vagyunk, itt van Lovász László. Jó reggelt kívánok! A jó Háder úr! Jó reggelt! A drága Héja Anett, jó reggelt. Reggelt! Sziasztok, drágáim! Na, SMS-ek időközben utána jártam, a váza értéke 25 ezer forint, nagy kamu, amit Hajdú Peti mondott. Hol lehet ennek így utána járni? 1000 millióféle váza van. Ő utána járt. Fölmész a Möbelix oldalára. Pilisvörösvár, körforgalom, baleset, üzeni Darus Ati. Oh. Nagyon szépen köszönjük. És sziasztok, én is átjöttem hozzátok, mostantól itt vagyok veletek. Tiha voltam, Révkomáromból. Valaki nehezményezte, hogy Füsti nem kapott egy háját, hát akkor Tihának is, bár nem kértek, azt hittem, hogy... Lehet, hogy még nem tudják. Ja, nem tudják, hát akkor Füstinek egy welcome. Hájja! És Tihának is egy welcome. Hájja! Igen, jó. Gyerekek, emlékeztek még ugye a Pénznyelő című filmre. Tom Hanks. Párja, a vásárol egy házad, felújítás, és gyakorlatilag a stressz, a felújítás miatt is stressz, tönkreteszi a kapcsolatot, persze ez egy vígjáték. Jó. De, hogy ez velünk történik meg a valóságban, és hát tudjuk ismerősöktől, vagy akár saját bőrön tapasztalva, azért az építkezés az egy nagyon-nagyon komoly dolog. Épp valaki leírta, hogy ő saját maga épített mindent, nem hívott szakembereket, és tök jó volt, és harmónia van, és szép volt, hát ha értesz hozzá. Igen. Igen, meg erre születni kell. Szerintem ez egy lelkület kérdése, hogy valaki szeret ezekben a dolgokban elveszni, kivitelezni, mit tudom én, van hozzá türelme. Én nem látom magam, hogy malteresen bemegyek még este a fáradtan a belvárosba, hogy nem tudom, ismerkedjek. Igen, ez valóban így nehéz. Nehéz. Nem is, azért menné, hanem mert még kell két zsák csemperagasztó, mert elfogyott. Jó, de ha mégis szórakozni akarnék. Tehát, hogy vagy egy malteres csávó csak malteres nővel jöjjön össze, mert különben kontraszt lesz. Ázli, hogy messziről látszik ki a malteres a belvárosban. Malteres, cementes, érted, mire gondolok, gipszhajas. Igen. Hát ez most a Pásztor Anna. Annát ne bánsd, várjál. Hát csütörtök az ő buliuk a belvárosban, a gipszhajasok, malteresek csütörtökön kipartiznak. Gosdúdvar. De meglátok, hát gipszhajas vagyok, malteres és cementes is. Meglátok egy tök jó nőt a Gosdúdvarban. Igen. Van esélyem? Hogyne, hát ha a malteresek éjszakáján nem bulizol... a malteresek éjszakáján. Persze, hogy van esélyed. Anette engem leráznál, ha így jönnék. Az biztos. Na, ezt mondom, hát azért jó ízlésű, na mindegy. Hát ilyenkor kell elővenni reggelről megmaradt két dekást innen a kis kantáros nadrágod első zsebéből. Akkor nem ráználak le. Tényleg, ők úgy kezdik, hogy elmennek a nemzeti dohányboltba dekásokat inni. Ha. Igen, nagyon, de gyereke, azért beszélünk erről, mert Pásztor Anna, ugye az Anna and the Barbies énekesnője, tavaly november óta építkezik, hashtag bocskor van, hogy többször szerepel, nyilván mert imádjuk, de ott döbbentem rá, hogy 25 albérletem van már túl, és azt mondta, hogy a 26. az most már sajátja lesz. Tehát iszonyon el lehet fáradni. Ez tök érthető, hogy szeretné, hogy most már végre otthon legyen tényleg. Ó, basszus, én ígértem az Annának valamit.
Hát akkor majd most számon kéri. Biztos, hogy számon kéri. Nem segítek, majd Anna úgy is elmondja, mert ő emlékszik rá. Na, a lényeg az, hogy csinált egy vlog sorozatot arról, hogy építkezik. Építkezés Pásztor Annával. És ez a hetedik rész, ebben már azért kifejti itt a viszontagságokat, és én idézném őt, azt mondja, ez olyan helyzet, ahol folyamatosan újabb és újabb problémákat dob fel a gép, és egyszer csak azt veszed észre, hogy egy házat viszel a hátadon, és ennek testi tünetei lesznek. Mm. Vannak, akik ebbe beleőrülnek, vagy öngyilkosok lesznek, tönkre megy a kapcsolatuk, vagy a családjuk, vagy az idegrendszerük, erre fel kell készülni. Hm. Ez nagyon keményen hangzik, és ugye sokan, akik állandó saját otthonra vágynak, dilemmáznak, hogy veszek egy valakitől egy kézházat, az megvan, vagy építkezem. Na jó, Anna most építkezik, és nem tudom, mennyire cementes ma reggel, de itt van velünk. Pásztor Anna, szia Anna, jó reggelt! Hello, sziasztok! Itt vagyok a hárszegyen, és malteres a lábam. Én próbálok kipiszkálni különböző tégledarabokat a nagy ujjam és a középső ujjam közül. Háj! Istenem! De amikor például a tévéműsorban jössz, akkor egy ilyen totál pust, tehát akkor lelocsolnak téged egy slaggal, vagy hogy vagy olyan szép akkor? Ne tudd meg, hogy mi történik ott a stúdió előtt, amikor hozzátok megyek. Mindig van nálam popsi törlő, na az egy nagy kincs, azzal, hogyha végigmész az egész, tulajdonképpen térdig popsi törlővel működök, onnétől kezdve egy ilyen ZR rollerrel, tudod, ami leszedi a kutyaszőrt, mert különböző darabkákat. Ezt csinálod ott kint? Hát, majd egyszer egy kicsikét gyere ki hozzám kihizni, és meglátod, hogy utolsó pillanatot és hajlakkal a világ minden dolgát meg lehet oldani, csak jó sokat kell ráfújni. Mert amikor bejön Anna, akkor tényleg a leg csillogóbb rockstar, tehát én imádom. De látja, így készül. Hogy áll a ház, drágám? Na figyelj, a ház az egész jól áll, én vagyok egy kicsit megrottyanva, most így ment egy nagy kört a bulvárba az, hogy tönkrement az idegrendszerem, ugye csak úgy talán bemondták, és most ez egyszer tényleg igazuk volt. Úgyhogy én ilyen... meg is lepődtem, hogy mennyire előre vannak, de muszáj bevallom, hogy én, aki elpusztíthatatlan vagyok, és tényleg energiától úgy tengek túl, hogy ez már idegesítő, először az a pillanat, és karácsony éjjel, hogy és pont az utolsó nagymamázás, meg minden után már gyerekek, nagymama, nagynéni, mindenki rendben, mentem az M0-áson, és basszus, összedőlt a kártyavár az idegrendszerem, behúzta a kéziféket, úgyhogy ott kellett maradnom Fótnál az M0-ás mellett, nem bírtam tovább menni, egyszerűen begörcsölt az egész testem, ott leállt az idegrendszer, és úgy onnét kellett újraépülnem, úgyhogy... Pillanat, de ez egy testi tünet, tehát valóban a fizikai fáradtságtól, nem tudom, izomlázad volt, vagy ez egy totál mentális összeomlás volt? Ez, hát figyelj, nem ideg összeroppanásnak hívnám, azt mondom, hogy begörcsött a combom, a kezem, a lábom, a stb. Képten voltam tovább vezetni, lehúzottam, ide ott Fótnál egy Osannál egy ilyen neonfenyőfát nézve, kis karácsony, nagy karácsony. Ez volt. Egy picikét ilyen pirkadató hajnalig, hogy melyik ez a film, vagy olyan hangulata volt ott kint, egy picit boxoltam a levegőt, mondtam nekem a kis monológomat, amit így ki is pütyültem magamnak rögtön, és akkor onnétől kezdve ez szép lassú folyamat volt, hogy na jó, Anna, akkor hogy lehet fölépíteni magadat, meg a házadat is egyszerre. Most, hogy így már nyilván olyankor dől össze a kártyavár, amikor már egyenesbe vagy, mert odáig levegőt se vettem. Tehát, hogy ez nagyon durva. Tehát én csak azért mondom, mert a vlog az nagyon cuki, tehát óriásit megy, és a világ összes pozitívumát belerakom, és tényleg én építettem a házat, én terveztem a házat. Most már én is kiviteleztem, sajnos erről mondjuk nem volt szó. De várjál, te beépültél a munkások közé, vagy tehát, hogy ha jött egy villanyszerelő, és azt mondta, hogy akkor jövök a társammal, akkor azt mondtad, hogy ne, a társadnak ne hozd, mert én csinálom a másik felét. Tehát... De, hát figyelj, a kétkezi munkában csak nagyon ritkán, amikor kellett, tehát a fölhordani az padlólapokat, stb. Amikor a kamion elakad, akkor mitől félsziklákat görgetni, hogy a kerék alá, hogy föl tudjon jönni, és ilyen abszolút, de az úgynevezett analóg építkezésnek lettem, és lettünk a hívei, ugyanis ugye vagyok annyira kreatív, hogy én mindent én akartam csinálni, tehát 3D-be rajzoltam ceruzával, meg ilyen nagy... Ez a terv? Ez az építési terv? Az
az építési terv, hallod, de tényleg konkrétan így. Ez hihetetlen vagy, komolyan. Filctól volt kiszínezve, és a cica is rajta édes volt, meg szívem. Egy csúszda, meg minden. És akkor ezt így nagyjából valakivel megrajzoltattam, mert aki szakértő volt, utána rögtön el is tűnt, ahogy kifizettem a tervet, mert mondta, hogy ja, persze, berajzolom a csúszdát meg a macskát, csak utána csá. És onnantól kezdve ezzel megjelentem az akkori generál kivitelezőnk Imi előtt, aki angyal, és én a féldekást meg mindent áthúzok, mert az én brigádom mindenki, akivel dolgoztam eddig, nem tudom, hogy azért, mert egy kis kamera mindig ott lóg mögöttük, hát de egyébként a legnagyobb zseniális kitalálmány volt az, hogy föl is veszem az egészet, mert mindenki ott van időben, mindenki ünneplőben van, mindenki jól dolgozik, és mindig megérkezik az anyag is. De akkor mind borulsz ki? De akkor mind borult ki, drágám? Hát mondjuk nem tudom. De minden, a legelegánsabb, legpontosabb, legabszinensebb építőmunkásaid vannak, és akkor van ez az osan jelenet. Tehát ezt próbálom itt valahogy elkapni, ezt a momentumot. Ez szerintem mentális, Anna, ez nem? Tehát testileg oké vagy? Tehát full hülye vagyok. Én azt tudom már régóta, tudjuk. Persze, hogy hát figyelj, 3 éve kezdtem ezt az egészet, és akkor kerestem meg a telket, akkor jöttem ide ki, akkor így mint a pilis szelleme úgy mentem egy rózsaszín smiley-s fülvédővel, kávéval, meg egy iPhone-nal jártam, kibejártam telketől, tócspuskával lőttek rám, stb. Művésznő maga az mondták, amikor ben voltam nyakig az egyik ilyen kertbe, és akkor így megtaláltam, rámentem, nyilván rohadt kevés pénzzel kezdtünk el építkezni, ide kiköltöztünk mellé egy utcával följebb egy faházba. Ez a Dézsás hely, ugye? Ez konkrétan, igen. Ahol most ülök a WC-n, igen, mert hogy a többiek még alszanak. Oh, úgyhogy, okay. Igen, több információ. Úgyhogy, igen, ez egy nyaraló, ez egy félig fűtött nyaraló, és ez ilyen hippinek tűnt, mert mi hippik vagyunk, és kibírjuk, egy terű 30 négyzetméter, rálátok a házra, úgyhogy reggelente egy kávéval, hogy Imikém, hogy vagytok, kezdtek, mit vigyek, csemperagasztó, mint ahogy mondtad, menjek még két táskával. Úgyhogy... Jó, értem. Volt-e terv, úgy értem, tervetek volt, mert lerajzoltad Filctollal, de hogy volt-e például pénzügyi terv? Az nem. Én pénzügyileg a szemellemzős módszert választottam egész életembe. Ez nagyjából úgy van, hogy mint a lovak, csak előre felé látok, és bárki bármit mond, azt még nem is hallom. Tehát, hogy ebbe csak... Erre nem 19-re húztam lapot, hanem ólintoltam egyetlen egy számra a megpörgetett golyó után, ami nem létezett Én értem, de akkor ezek szerint nem is voltak anyagi csapdák, hiszen neked terved nem volt, költségekről fogalmat sincs. Tehát nem volt olyan, hogy mit tudom én, ez egy anyagi disaster. Igen, teljesen lehetetlen helyzetből indultunk, meg volt a telek, és volt 15 millió forintunk. Na most ez olyan röhely, tehát, hogy ez konténerházat nem kapsz ennyiért, és úgy voltam vele, hogy eljutunk az első fázis, és aztán majd csak lesz valami, majd ücsörgünk rajta, mit tudom én, az alapozásnál ott egy kicsit nézzük a naplementét, és így valahogy az élet, eszméletlen, amikor így valamit eldöntesz, és így megálmodod, és azt így mantrázod a fejedbe, meg ott élsz már, akkor így dobja az ötleteket. Tehát most az a helyzet, hogy Jézustól is kölcsön kértünk már, meg fölvettünk mindent, amit lehet, meg eladtunk mindent, amit lehet, de így dobálta is. Tehát a Jóisten mondja, adott nekem örököltem egy tanyát a világ végén, és az sikerült nagyon jó eladni. Meg eladtunk a régi kocsit, meg a webtolmét, a kislakást, meg kölcsön ide, kölcsön oda, meg hát közben mindent beletömtünk, ugye, mert itt, ahol lakunk, az most ez nagyon olcsó megoldás, és azt is beletömtük, meg mit tudom, tehát, hogy így az élet azt mondta, hogy fia, akkor hülye vagy, hogy segítek. És az élet ezt mondta, az élet mondott-e egy dátumot? Tehát volt-e akkor a fejetekben egy beköltözési dátum? Persze, ez az úgynevezett többször módosított beköltözési dátum, amiről nem beszélünk most már nem szabad, ez egy tabu. Tehát ez a dátum, amire érzékeny vagyok. Tehát, hogy ilyenkor ilyen testi tünetek jönnek ki, viszketek, meg foltok jelennek, meg a testemen, stb. Tehát a beköltözési dátum az X plusz 1, és az mindig nő. Jó, de idén megtörténik, csak hogy tudjam, mert tudod, hogy van egy tartozásom, és most, hogy elkezdünk beszélgetni, jutott újra eszembe. De mi? Milyen pedig múltkor még nagyon tudtad, hát a beköltözés. Igen, meg akarsz ölelgetni.
Nem. Jaj, várja, megvan. Igen, írja, felrottad nekem, hogy miért nem nézek tévét. Igen. Mert hogy ide, igen, és azt mondtad nekem, hogy hogy veszel nekem egy tévét. És én meg azt mondtam, hogy go. Go. Azért nem néz tévét, mert nincs tévéje. Bármit vesz nekem, az nagyon jó. Nem vagyunk tévések, tehát hogy így nem nagyon szoktunk tévézni. Így preferáljuk a beszélgetést, meg a könyvolvasást, meg mindenki, hogyha nagyon kell, akkor telefonozik, meg tabletezik. De figyelj, ha veszel nekem tévét, akkor végre Xboxozni is tudunk. Nagyon jó lesz. Jó. Mikor kezdjek el tévét kutatni? Tehát idén meg lesz ez? Vagy a karácsonyi akcióba vegyem? Nem, figyelj, elképesztően jól állunk. Tehát, hogy ahhoz képest, hogy tényleg három éve kezdtük ezt az egészet, másfél éve építkezünk, egy éve filmezzük ezt az egész történetet. Most ott tartunk, hogy majdnem beértük magunkat a vlogba, ugye ez két hetente jön ki, egy ilyen brutális fiatal bandával, ilyen TikTok tartalmakat gyártó bandával dolgozunk, akik itt tényleg caplatnak ki napról napról, és veszik föl meg ilyen reality check-eket, stb. Bejönnek a lakásomba, meg a munkásaimat interjúztatják. Úgyhogy azok akiknek a szókincse kifejezetten elképesztő ízre dűzett azóta, amióta filmezünk, most már hollywoodi sztárok lettek itt a kínapi listben, most már aláírásokat kell adniuk a pinkboltban. Úgyhogy idén. Külön stylistjuk van, különben reggel 6-kor már stylistnál vannak. Úgyhogy nagyon-nagyon jó haladunk, és most a belső részeket is, ugye, amit én terveztem, most épp a csempe mintákat rajzolgatok, úgyhogy most burkolás lesz márciusban, és az a nagyon érdekes dolog, hogy itt a hölgy, aki nagyon-nagyon szeretett minket, a főbérlőnk, amikor idejöttünk, ugye ez a bűvös három év elérkezett, amikor mindenki egy picit megváltozik, és most ugye adott nekünk egy ultimátumot, hogy március 31-ig ugye taka van. Úgyhogy ez inspiráló, ez kifejezetten inspiráló. Hát a határidő mindig inspiráló, igen. Igen. Nem annyi az idegeknek, de hogy megyünk. Na, hogy tehát március 31, biztos, jó. Március 31-re itt, igen, így elkezdjük hordani szépen az egy dobozokba. A cuccokat. Tehát ilyen május környékén jöhetek én a tévével. Hát szerintem nem, mert 31-e utáni napon szeretnék szerintem kiadni ezt a kecót, úgyhogy mi bárhogyan is, de ott leszünk, lehet, hogy a kertbe fogunk. Jó, de hát azért még olvassatok egy-két hónapot. abszolút olvassatunk egy-két hónapot. Ha tényleg veszel nekem egy tévét, hát Anna, megígértem, hát ez a baj. Koncertet adok. jó van, figyelj, oké, ennyi. Amit a Bocskor megígér, jöhet a tévé. Jó, ezt már megbeszéltük. Jó, fiú, drágám. Hát akkor kitartás lelkileg, mentálisan, bármikor Annát látjátok a Fóti Osan parkolóban, menjetek segít, adjatok vizet neki, vagy valami. Simogassatok meg, igen. masszírozzátok a talpamat. Így van. Igazi vécézés alatt vagy nadrágba leültél, ne zavarjál a többieket? Nadrágba leültem, nem, de most gondolod, hogy én olyan hölgyből vagyok, hogy itt nagy dolog közben. Nem, ugye leültem képe is. Egy egyterű lakásban vagyunk, úgyhogy ez az egyetlen zárható rész az a lakásban, úgyhogy itt veletek ide ordibálok a WC-n. Oké, Annám, imádlak, nagyon-nagyon imádlak. Köszönjük szépen, és hát kitartás meg mindent. Nagyon szépen köszönöm. Most már itt a célegyenesben már tudod, mint ezekben a maratoni megható filmekben. Itt most már betolják a kerekesszékest, meg a mankósat, meg engem. Na puszi, köszi, szia! Sziasztok! Szia. Hát, ez egy jobb élménybeszámoló volt, mint amit valaha reméltem volna. Hát igen, építkezésre az éjjeneket nem hallasz. Csak rosszat. De hogy összet, imádom ezt a nőt, komolyan mondom. Jaj, gyerekek. Na hát akkor viszont adja magát a kérdés, nem a hallgatók felé. Hát igen, amikor házat újítottál föl, vagy házat építettél, és akkor jött a horror. Na. 3-8 lesz 2 perc múlva. Hát van itt építkezéssel kapcsolatban rengeteg sztori, van egy közlekedésünk is, bocsi, M0-ás. Vác felé pesti lehajtó után lépésben mi történt? Mi történt, Anett? Én azt tudom egyébként, hogy ott felújítás van, és a forgalomterelés miatt több kilométeres a kocsisor már. Valószínűleg ez lehet az oka. Egyébként van egy balesetünk az M5-ös autópályán is, Kiskunfélegyháza elkerülő szakaszán, ott egy kis teherautó borult, és a 10-es főúton pedig a Pilisvörösvári térségben volt szintén egy baleset, és ott is már kilométeres a kocsisor. Na jó, köszönjük szépen. Szia, bocsi, ha építkezel, és csajozni akarsz, fürödjél le.
Na. Igen. Ezt a dilemmát hogy megoldottam? Jó, de van, aki érzékeny. Azt mondja, kedves nagyképű bocsi, az építőiparban dolgozó emberek is szoktak tisztálkodni, nem malteres, gipszes, betonos öltözékben és hajjal járnak szórakozni, ismerkedni. Örülnék, ha bocsánatot kérnék azoktól az emberektől, akiket megsértettél. De azok nem is jelentkeztek. Nem. Csak te jelentkeztél. Te meg fürdesz. Hát többiek nevetnek. Meg különben is én magamról beszéltem, hogy én, amikor malteres vagy, tehát magamról, amikor malteres vagy, és gipszes a hajam, hogy ismerkedjek? Csak malteres, gipszes hajú csajt tudok felszedni. Ezt mondtam. Te kinek a nevében sértődsz meg? Senki nem jelentkezett, csak te. Szégyeld magad. Megvédett téged magadtól. Böri. Nem Böri. Na, Böri, azt mondod, te börtönre ítéled? Persze, hát ilyenek ennél enyhébb dolgok, és szoktunk embereket bezárni. Anna mindig olyan pozitív, jó hallgatni, üzeni Laca Biáról. Most mondjátok, én is malteres vidéki csávó vagyok, a párom meg tiszta hajú illatos városi lány. Na van is kontraszti a javára, üzeni a faldoktor. Na mégis van ilyen. Igen. Nem megsértődtek, hanem ezt jól mondtam. Na, és sok boldogságban él a faldoktor az illatos lányával. Így mármint a lányjal. Igen, igen. Szabadlábon védekezhet. Jó reggelt, Istenek! Hallom Annával az interjút, és szeretnék felajánlani egy órás masszást neki, persze, ha elfog... Na jó, te perverz. Somogyi Csaba gyógymasszőr. Tudom, én is szeretnék Jennifer Lawrence masszírozni. Igen. Még el is, végzem azt az OK-es tanfolyamot. Bocsis, mert mióta ajánlgatja az Annának ezt a masszást, úgyhogy állja sor végére. Gyógymasszőr. Tényleg, ez az Annának. De miért nem ajánlott fel Koltai Robertnek? Igen. Meg az Anna párjának, ő is el van fáradva. Igen, Anna párjának ajánlott fel a masszást. Vagy a munkásoknak semmi. Te is szégyeld magad. Sziasztok, építkezésen ráment a házasságom, maradt egy félkész házam, befejeztem devizahitelből, majd 2 éve buktam a házat is. Tartozásom maradt, semmi más, de túléltem, és megyek tovább, Peti. Azt a mindenit, szegény Peti. Igen. Ez annyira szörnyű hallgatni, mert gyakorlatilag ez egy fél élet. Tehát amit ő itt most leírt, ez egy fél élet. Vagy egy egész egyébként, nagyon durva. Igen. Kedves Anna, nagyon nagy vagy. Milyen kár, hogy nekem nem jutott eszembe ez a kamerás dolog. A burkoló úgy csempézett, hogy azt mondta, hogy nem lehet becsukni az ajtót a csempétől. Cseréljük ki az új 400 000-es ajtót. Óriási. Anyád. A többi is léhűtő volt, kivéve az ablakosok és a napelemesek végeztek szép és jó munkát, üzeni Júlia Debrecenből. Igen. Egyébként mi építkeztünk, ugye én megfogadtam, ha bármikor ilyen helyzet áll elő, az első beruházásom az építkezésnél egy kis sámli lesz. Mert nem ez a kamerás megoldás volt az én eszembe, hanem hogy leülök, és nem érdekel, hogy csak vési a vezetéknek a falat, azt is nézem végig és pofázok. Az a baj, én is próbálkoztam ilyeneket, de nem értesz hozzá, és meg tud vezetni, tudod? Abszolút. Elmagyarázza neked, igen, a tutit, hogy miért nem jó a csempe meg az ajtó együtt, és nem tudsz mit csinálni, elhiszed neki. Hát, tudod? Igen. Szóval... 30 éves barátok vagyunk a férjemmel, 25 éve házasok. Azt hittem, hogy ezt nem lehet már rombolni, tényleg minden rendben. Tudom, ritka. De 3 éve elkezdtünk építkezni, vágytunk rá, olyanon is összeveszünk már, hogy a kiszott csempét hova tegyük, mert kikészültünk. Ennyi pénzt elfolyatni, bődület. A múltkor már csak ültem és néztem ki a fejemből, amikor a szállításra kért a csávó 200 000-et, hogy 30 kilométerre elvigye innen a téglát. Én ezt már nem bírom, ő sem. Mindenünk benne van a leendő éveim, és nem elég. Azóta reszetteltem az agyam, és megfogadtam, nem idegeskedem, amikor lesz, meg lesz. Idegeskedjen a férjem, kitartást Anna, és minden sorstársnak üzeni Kata. Ja, a legjobb egyébként, amit itt a Kata ír, mert ezt lehet csinálni. És az a baj, hogy amikor kész van, és azt hiszed, hogy a nehezén túl vagy, akkor jönnek a bútorok, és az sem lesz könnyebb. A konyha, meg a mindenféle trógerek, akik olyan bútorokat küldenek, hogy egy hulladék az egész, és akkor majd harcolhatsz velük, hogy kapd vissza a pénzed, összerakod, nem olyan, vissza, minden, Igen, és ez, amit mond egyébként, hogy most 200 az brutális szállításért egyébként. De hogy tudod, ez a spirál dolog, hogy ha már ennyit megcsináltam, akkor muszáj valahogy kipréselnem most még egy összeget, hogy haladjunk, történjen valami, mert akkor hiába fizettem eddig, hogy ott áll, nem tudom, félkészen a házam. Megint jön egy kiadás, muszáj előteremteni. Barátomik építkeznek, és gyakorlatilag van előtte ez a tudom, amikor a talajt előkészítik arra, hogy arra tudják építeni. És az ott terep-rendezés. Igen, ilyen terep-rendezés. És kiderült, hogy vagy beleízélték a humuszt, amit általában nem szabad, mert hogy a humusz az egyrészt puha, másrészt gázokat fejleszt, stb. Épület alá nem lehet humuszt tenni. Aha. Ő meg beletette. Ő megvonta a vállát,
kész, semmi, ez 2 milla. És újra kell csinálni, tehát Jézusom. Valaki, tehát hogy a föld megvan, meg, tehát kérdeztem tőle, hogy valami munka, amit elvégzett ez a humuszos agy halott, abból valami értékes? Vagy mindent előről kell? Azt mondja, nem át valami értékes, tehát ez most egy ilyen 2 milla, és akkor talán még lesz még 1 milla. Egy ennyi. Igen. És soha nem fogod visszakapni a 2 milliát. Nem. Ő elment. Ő elment, kész. Hát figyelj, ez Jézusom, borzasztó. Nálunk például csak nálunk is volt építkezési horror, tehát a fönti fürdőszobában, ott a lépcsőház falával határos a fürdőszoba, és annál a falnál van a WC. És tudod, a tartály, meg maga a WC csésze között egy gumigyűrűt kellett berakni, de azt ő úgy rakta be, hogy egy kicsit begyűrte a porcelán, a felső porcelán, és ettől a lépcsőház teljes fala elázott. Oh. Így szépen évek alatt. Oh. Mert ő begyűrődve rakta be a gyűrűt. Tehát ez a legbosszantóbb, hogy valaki hülye. Na, üzenik Bocsi for President, Pásztor Anna, hihetetlen jó fejcsaj, az alternatív rock magyarországi megtestesítője, sok kitartást kívánok neki Boton Bajáról. Sziasztok, mintha csak magamat hallottam volna, semmi terv, semmi anyagi tervezés, mégis minden összejött mosolyjal, annyi, hogy nem örököltem semmit, amiből elindulhattam volna, de nagyon olcsón vettünk házat, újítottuk, és azóta sok mindent megvalósítottunk. Az élet nagyon megsajnált minket, mert 0 forinttal tervezgetni csak egy igazi hülye áll neki, de sikerült, Liza. De helyes. Igen. Szenzációs az Anna, nagyon szurkolok neki, én 10 éve újítottam panelt, nem költöztünk el hülye fejjel. Az ablakcserénél kiderült, hogy 10 centivel kisebbet rendelt a kivitelező. 1 hétig voltunk ablakok nélkül. Kibírtok, szuperek vagytok, Évi. Valamint sziasztok, horror 1. A segédmunkás eladta a lambériát a szomszédnak. Horror 2. Az ács fogvályót faragott. 2 tetőgerendából, mire kinyögte, ezt a tetőt nem tudja megcsinálni. Jézusom, gyereke. Istenem. Azért nem lehet erre felkészülni. Tehát elképzeled, nem. Hogy lesznek buktatók, meg lesznek nehéz részek, aztán jön egy-két kretén, aki úgy megtekeri az egészet, hogy soha nem fogsz tudni rá felkészülni. Abszolút. És ezért mondják azt, most az én barátom példájából, hogy egy, nem tudom, hogy mi a szakszó erre, egy valami építésfelügyelőt, inkább műszaki vezető. Nem, tehát valaki, aki az egész építkezést felügyeli, az érdemes kifizetni, mert ő tényleg mindenre ránéz, hogy az a talaj az úgy van-e, az a villanyvezeték úgy van-e bekötető, mindent, hiszen ezerszer csinált ilyet, lát, és azonnal a kivitelezőket ellenőrzi, és felülbírálja, és utasítja. Uh-huh. Egy ilyen embert érdemes megfizetni. Igen. Hát mondom, ez a műszaki ellenőr, vagy ilyesmi, aki így minden fázisnál kijön és megnézi. Én nem tudom, hogy hívják, talán Károly. Nem, az a kőműves volt, emlékszem a Károly. Na jó, hangeri masinozunk, oké? Okay? Így van. Hát, ha ezt kitaláljátok, de sok sikert. Szerintem erre lesz esély talán. Jó, hívjatok 0-20-22-22-122. Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Just go ahead now.
A Retro Rádióban. Indul! Indul! Indul a Hungary Machine. Igen, és 8 óra lesz pontosan 5 perc múlva. Nos, megint igen, az az egyik kedvenc hallgató típusom, aki a másik nevében sértődik meg. Tehát nem a sajátja, a másikében, de volt, van megint a gyógymasszőr kapcsán. Somogyi a legjobb gyógymasszőr, én is hozzájárok, bántó volt a beolvasáshoz kötött megjegyzésetek. Attila. De jelentkezett maga a gyógymasszőr is, Somogyi Csaba, azt mondja, sziasztok, tényleg gyógymasszőr vagyok 10 éve, somarelax.hu, ez a saját honlapom. Oké, Csaba, nem azt mondtam, hogy nem vagy egy profi gyógymasszőr, hanem azt mondtam, hogy azért akarod te Annát masszírozni, mert érted, miért mondom ezt? Igen. Értsétek már a humort, jó Isten áldjon meg titeket. De a gyógymasszőr jó barátja nem érti soha a humort. De hát legalább a gyógymasszőr értse. Gyógymasszőr se érti, mert kirakta a honlapját ide. Én a gyógymasszőr lennék, nem barátkoznék most már. Nem, hát persze, ki ne akarná Annát masszírozni, ne hülyéskedjünk már. Jézusom. Nem kell somarelax.hu honlap. Nem. Érted, hogy ezért megnyomkodjad Annát. Ezért ne költsévebbre. Bocsi relax is. Csinálj meg nekem bocsirelax.hu izét honlapot, jó? Kész. És akkor kész van? Kész van. Referenciák. És akkor ezzel van jogom nőket fogdosni? Hát ezzel egy ilyen honlappal? Hát ez mindenre feljogosít. Csomóféle honlap, amivel van jogod, persze. Jó, játsszunk már. A feketén van a Gergő? Bizony. Hello Gergő, jó reggelt. Jó reggelt, sziasztok. Szia. Ne legyél szomorú, Gergő. Csak vicceltem. Na. Nem vagyok szomorú. Jó. Te sértődtél már meg más nevében, amit mondtunk vala adásban? Nem, még nem. Ugye, hogy nem lehet? Igen, normális éplelkű ember nem sértődik meg. Szóval. Akinek nem inge, nem veszi magára. Igen, de ezek mind maguk inge. Bocsi, nagyon megtalálja az ingüket. Egy pár ing szét van szóra, de mind megtalálom. Na jó. Mivel foglalkozol egyébként? Középiskolai tanár vagyok. Ja, tanár, és akkor milyen szakon? Rendészet. Rendészet szak? A rendészeti középiskola, vagy ez a... Rendészet. Hát szakközépiskola. Aha. Több szakon, de én a rendészetet viszont. És ebbe mi tartozik? Mert ezért nehéz elképzelni. Hát aki rendőr szeretne lenni, vagy katasztrófa. Oké, de ez a rendészet az inkább egy jogi irány, vagy... Is. Jogi, illetve a rendőrnek a alapszakmája, tehát ez egy alapképzés egyenlőre csak. Aha, ja, de ez tök jó. Nagyon jó. Gergő, figyelj, itt van a dalszöveg, és próbálunk segíteni, oké? Köszönöm szépen. Megy. Gyere, álmodd meg újra a mi álmunkat, ennek még nem kell véget érnie. Gyere, álmodd meg újra a mi álmunkat, csak nézz rám, és fogd meg a kezem.
Van sejtésed? Nem ismerősnek tűnik? Igen. Van. Na. Mindig keverem ezt a két együttest. Próbálj engem próbára tenni. Van egy ilyen című film is. Van, igen. Akkor és a Desperado. Nagyon megvagy, nagyon jó. Gyere és álmodj. Nagyon nagy vagy. Hát figyelj, gratulálunk. Köszönöm szépen. Ezzel egy bocsizacsit nyertél, és lesz benne egy téli sapka, meg egy bögre. Nagyon örülök, köszönöm szépen. Mi is, Gergő, jó fej vagy, köszönjük, és hívunk majd a címedért. Köszönöm szépen, szép köszi, napot. Neked is, szia. Én már az első ilyen kérdésnél elbuktam, mert nekem hirtelen az volt meg, hogy ez a United együttes. Mi az a... De jó, hogy nem én játszottam. Ez melyik együttes? Hát ezt már ismerem. Ezt már ismered? Ez már így megvan. Nem, hogy csak éppen a lovász és az én képemet tettük ki a monitorra. Na jó, sziasztok, 10 éve vettünk családi házat a feleségemmel, amit át kellett építenünk teljesen. Rettegtem tőle, de olyan szakember brigádot kaptunk, hogy le a kalappal, profi minőség, tartották a szavukat, egyik sem vágott át minket, mai napig tartjuk velük a kapcsolatot. Vannak még rendes emberek, István Kecskemét is. Ez fontos volt, mert bár ritkák, de vannak rendes emberek, és akinek van háza, szakemberből jó, hogy a rendeseket lassacskán összegyűjti köré, maga köré, mert nekem vannak, hál' Istennek. Így van. Ezért mindenkinek szépen csak teljen úgy a telefonja, hogy Burkoló Feri, kőműves Sanyi. Így van. Legyen meg. Jó, egy ismerkedésnek a szabályait próbáljuk majd mindjárt kibogózni Hevesi Krisztal szexuálpszichológussal. Találtunk egy nagyon helyes sztorit. Amerikai nő beleszeretett francia férfiba Párizsban, de egyik se beszél a másik nyelvét, és a mai napig együtt vannak, most már eltelt 2-3 év, és Google fordítóval élnek. Képzeld el a flörtöket a Google fordító igen. hangján, az első bókokat. De ha nem kell hozzá a nyelv, a hangsúly, a jó szavak, a humor, az intellektus közvetlen verbális kifejezése, akkor mi? Akkor hogy tudunk ismerkedni? Mi az, ami bejön a nőknél? Mi az, ami bejön a pasiknál? Igen, mert még azonos nyelven sem egyszerű ez. Sőt, az is az első lépést megtenni az a maga a kín. Így van. Ezért felhívjuk Hevesi Kriszta szexuálpszichológus. 8 óra 15 perc, 4:09 van, jó reggelt. Drága hallgatók, szevasztok, hello Laci, jó reggelt. Reggelt. Sziasztok. Jó reggelt, Gyuri. Jó reggelt, sziasztok. Anett, jó reggelt, szia. Jó reggelt, sziasztok. Na, pár SMS, én is meg szeretném masszírozni Annát. Zoli. Oké, legyen weboldalad. Szuper a műsor, üdv Betty, köszönöm Betty. Beteg agyúak, a gyógymasszőrök hivatás tudatát becsüljétek meg. Aki sérült és beteg, az legfőképpen. Ha nem teszed, az életed tanít meg rá. Tedd meg a saját érdekedben. Mik vannak, nem, ebben az országban? Hányféle módon élik meg a műsort, a fricskákat, a humort, a sziporkát? Valaki teljesen befordul és megsértődik, valaki halálosan boldog tőle és nevet rajta, de hogy mennyiféle, tehát elmondok egy mondatot vagy egy gondolatot, és ez hányféleképpen csapódik le emberekben. Mennyire? Szerinted nekem kötelességem válogatni? Nem. Nem, ez egy pszichológiai munka igazából. Szerintem mindenki igen. A saját bombonját vegye ki ebből a dobozból, és kész. Pontosan, ez van. Jó, gyerekek, egy kis romantika. Ez tényleg az, ez nem film, ez igazi romantika, amit itt most hallani fogtok. Ez a történet, ez 2019-es amúgy, akkor Erin Tridle, így hívják a nőt, Erin, tehát 32 éves volt, Chicagói, és egy durva szakítás után úgy döntött, hogy utazgat egy kicsit a világban, ahol kiheveri az exét, és eljutott Párizsba, szerelem városa. De voltál szerelmes Párizsban? Voltam, igen. Igen. És aztán, amikor hazamentél, ezt hogy tudtad titkolni? Elmúlt. Ott valahogy más hangulatban van az ember. Egyébként tényleg más hangulatban van az ember. Képzeld el, hogy Erin Párizsban lekéste éppen valami csatlakozását, és beült egy bárba iszogatni. És akkor egy pillanat alatt beleszeretett a pincérbe. Ó. Oh. Igen. Na most van egy csavar a sztoriban, az az, hogy ez a francia pincér nem beszélt angolul. Erin nem beszélt franciául. És az első pillanattól kezdve Google fordítóra támaszkodtak. De ma már együtt élnek Párizsban, tehát továbbra is Google fordítóval. Erin, hozol nekem egy fő tojást? Igen, drága pincér szerelmem. Ez vagy maga a végzet, vagy az Erin, ez annyira kétségbe esett volt, hogy az első francia pincérbe belezúgott. Igen, de vajon mi lehet ez? És az ismerkedés itt lesz itt most, hogy ezzel hogy szedjük fel egymást, vagy hogy jó közelíteni a másikhoz. Aha. Ez a témánk, de ugye itt Google fordító volt. És gondolj bele, hogy ott ül a csaj, iszza a kapucsinóját, és akkor mondjuk a francia srácnak
megtetszik Erin, akkor, akkor mit mond? És akkor be Google fordítózza. Tehát, hogy mit tudom én, ó, Erin, ez a cappuccino nagyon jól megy a sálathoz. Gondolom, ez egy jó felszedő duma, nem? Abszolút, működne. Ez a, ó, Erin, ez a cappuccino nagyon jól megy a sálathoz. Szünet, szünet, szünet. Ó, Erin, ez a cappuccino nagyon jól megy a sálathoz. Ez nem franciául van. Ez nekem is szemet szólt. De a Google fordító ilyen hangja lehetett annak, amikor ment a flört, érted? Értem. Jó, akkor most sem franciául fogja megismételni nem. Azt? Uh-huh. Jó, ez érdekes. Azért olvast fel. Igen, de és akkor Erin visszaszól, hogy hú, pincér fiú, a croissant bele, croissantomat belemártogathatom, nem, tehát cappuccino, tehát érted? Igen. Tehát, hogy mi a duma? És hogy mennyire illúzió ölő ez, hogy ezen a hangon megy ez, tehát nincsen ott játéka a szavakkal, mit tudom én, ott csak ez a gépies hang van. Igen, na, szóval gyerekek, itt beütött a szerelem, és a mai napig így tolják. Ó, milyen romantikus. Igen. Hú, egy kicsit akadozó fiú, kapcsolat. A croissant belemártogathatom a cappuccinómba. Az ilyen szemtelen, nem? Olyan. Igen. Nagyon. Te lefeküdnél egy ilyen lányjal? Hú, pincér fiú, a croissant belemártogathatom a cappuccinómba. Hát hol tartanád a telefon szex közben, Gyuri? Azonban hát a fordító. Csak a fülemnél, hát hol, másról nem hallok. De mit tudom én, ha ő van felül, akkor a hátára tennéd? Így a tarkójára, hogy bele tudjak szólni. Kihangosítón lenne, vagy mindig oda adtál a fülét? Kihangosítón lenne. Jó. Na jó, gyerekek, nem ez a lényeg. Ez gondoljatok abba bele, hogy tényleg nyelvtudás nélkül tudsz hatni egy nőre. Vagy nőként, ugyanúgy nyelvtudás nélkül tudsz hatni egy pasira. És akkor elgondolkoztunk azon, hogy gyerekek, mi az, ami engem varázslatossá tesz, rögtön első pillanattól kezdve a másik számára. Mivel tudok hatást gyakorolni? Mert ezek szerint nem feltétlenül a duma, a hanglejtés, igen, a tartalom. Hát igen, de ez azért valamennyire reménykeltő abban, hogy nem csak verbális szinten születik meg két ember között a kapcsolódás, vagy a kémia, vagy nem tudom. Tehát, hogy ott valaminek akkor valóban kell lenni a levegőben. Hát ez az, hogy születik meg. Tehát, hogy belegondoltok, hogy a saját nyelvünkön is azt az első lépést megtenni, valahogy megteremteni azt a pillanatot, hogy te ne tűnj kellemetlen alaknak, és valahogy felvenni. Hát, Gyuri, te beszélsz, hát te általában ott csajozol, ahol por van és hangosság és műanyag poharak. Ugye ez a te tereped. Ez egy könnyű terep, igen. Azért könnyű terep, mert hangos zene miatt nem tudsz nyilván beszélni. Te akkor middel érinted meg a nőt, vagy hogy csinálod, vagy elé ugrasz, vagy tehát, hogy mi a... Nekem van erre egy taktikám egyébként, hogy sorban állunk a pultnál, tudod, és akkor mit tudom, én mögöttem a sorban meglátok egy jó csajt, okay, egyedül van, vagy a barátnővel, mit tudom, és akkor egy hirtelen megszólítom, és így magam mellé húzom, mintha párom lenne, tudod, de jaj, gyere már, hát most mit állsz ott a sorban, hát itt vagyok, tudod, és akkor magam mellé veszem sorba, és onnantól már egyből megy a spanolás, és te állod aztán? A hullámvasútamra onnantól. És te állod aztán? Persze, és akkor kicsit dumálunk. És akkor ki van írva, hogy hány százalék borra valótatsz, és meg kell nyomni a gombot, 0%, 10%, 20%, 25%, és a csaj látja. 25-öt már nem írnak ki, azért. Oké, okay. Mire böksz? Hát a 10-esre a csaj előtt kénytelen vagyok rá bökni. A 10-esre, a 20-esre nem. Ne, dehogy is. Fesztiválon vagyok. Anett, te hogy jöttél össze a Csabival? Tehát mi volt az ismerkedési mondat, gondolat, valami, ami kinyitotta a te kis kapuidat. Képzeljétek el, hogy nagyon érdekes, mert hogy én kitettem egy posztot hónapokkal ezelőtt, amire a Csabi reagált, és csak annyit írt, hogy nagyon szép a mosolyod. Bocs, de majd megbeszélem vele ezt. Jó, igen. De hogy ez egy kedves üzenet volt. Igen, nem a mosolyod ellen mondom, de hát ez olyan sablonos, nem? De ez kinyitott? De ugye megköszöntem neki, és azért kapunk üzeneteket, és nem mindenre tud az ember válaszolni, de valahogy úgy éreztem, hogy de kedves, hogy nem tolakszik, nem az a... Hogy szép a segget, hanem szép a mosolyod. Pontosan, igen. Lehet, hogy ez sablonosnak tűnik, de akkor nálam ez így abszolút átjött, és a továbbiakban sem volt. Mi hetekig üzengettünk így egymásnak, ilyen jó reggelt, meg itt tudom én, ami... Az valóban... első obszén szó mikor jött ki a Messengeren? Na hát ott nem jött, amikor találkoztunk. Laci, te régi házasságban élsz, emlékszel az ismerkedésre, hogy mi volt az, amivel te le tudtad venni a lábáról leendő feleségedet? Hát mi egy ilyen munkaszituban voltunk együtt, és akkor elmentünk kajálni. És akkor nem tudom, én Waldorf salátát rendeltem, és ő is azt rendelt, és szerintem ez lenyűgözte, hogy én tudom, mi az a Waldorf salát. Aha, oké, intellektuális és ízlés és igényesség. Igen, neked egy csomó eszközöd van, bocsi, te mivel operálsz? Mi az én eszközöm, Gyuri, mondd már meg. Ott van neked például a csinos gépjárműved, ott van a szellemesség, ott van a sár. Mennyire lealacsonyítasz, én autóval sose csajoztam. Jó, autóval csak vittem.
Oké. Okay. Te irigy vagy? Mert neked nincs. Nem, de én beszélgetni próbálok veled. Szóval, hogy akkor ezt kizárjuk. A többit meg nyugodtan hangsúlyozd ki. Sárm. Sárm, igen. Igen, mi van még? Pénz, vagyon, sárm. Na hagyjál már pénz, vagyon, én egy intelligens ember vagyok. Intelligens. Hát az nem szégyen, hát hogy gyerekek, gazdag vagy. Az intellektusom lenyűgöző. Igen, igen, igen. Te abszolút. Láttál már engem sármőrködni? Rendszeresen. Na de hát de iszott szavaim, nem? Úgy kell magad is visszafognod. Akkor igyekszem háttérbe vonulni, és nem kiszorítani a kiszemeltedet abban a szituban. Na jó, tényleg hülyéskerünk, de ezt szeretnénk tudni, hogy az hogy működik, és ezért van itt velünk dr. Hevesi Kriszta, szexuálpszichológus. Szia Kriszta, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt! Szia. Pont azon gondolkodtam, hogy hallgattalak titeket, hogy tulajdonképpen akkor egy új ilyen randi app született a Google fordító személyében. Lehet, hogy innentől kezdve itt megugrik az ilyen pasizás, csajozás és egyéb aránya. Hát egyébként igen, de ez azért érdekes ez a történet, mert ugye azok a dolgok, amik hathatnának ugye az ellenkező neműre, lásd a hangom, a hangsúlyom, az a fajta szellemesség, az ebből mind kivész, hiszen ugye tömören fogalmazol, szemtelen hang, stb. Van egy kis szünet, tehát hogy mégis ezek szerint, és ez neked kéne megmondanod, mivel hatunk valójában egymásra? Na viszont ne felejtsd el, hogy itt viszont pont azok a dolgok bekapcsolnak, amik egy szemtelen kimerevített fénykép odébb húzása alatt nem, ugye? Tehát tulajdonképpen ott egyetlen egy pillanat fotó alapján döntünk, ugye ez az ilyen randi alkalmazások. Krista, és lehet, hogy épp a nagy őt húztam. Bocsáss meg, hadd szakítsunk félbe, mert nagyon-nagyon kattog a telefon, újra hívnánk ebben a percben, jó? Tedd le, jó. És most újra hívunk csak a minőségét. Jó. Jó, oké. Na, szóval ez érdekes, amit Kriszta mond egyébként. Én is sejtek ebben egyébként valamit, hogy még lehet, hogy segít is egyébként egy ilyen közbeiktatott lépcső. Mint a chatnél például, ahol tudod, ott mindenki egy kicsit bátrabban ír, mert nem rögtön kapod a reakciót. Ez érdekes lehet. Igen, és talán, és erre is gondolom, hogy vissza fog térni Kriszta, hogy más ingereket tudsz magadból átadni a másiknak. Kriszta, itt vagy? Itt vagyok, abszolút. Jó, most nagyon jó. Rendben, tehát ott tartottunk, hogy ez még egy érdekes adalék is lehet ez a Google fordító, de jól mondtam azt, hogy hiszen ugye itt a verbális dolog annyira nem, viszont egy csomó más olyan üzenet, akár a testbeszédünk, vagy bármi sokkal jobban felnagyítódik, nem? Igen, egyébként ugye hát lányoktól hallom sokszor, hogy mondjuk a férfi ahogy rám nézett, ahogy összeakadt a pillantásunk. Tehát tulajdonképpen az egyik legerősebb az a szem, az a tekintetek játéka, és azon kívül nyilván minden mozdulat. Azért itt a Google fordítóban azért azt gondolom, hogy azért az inputot, tehát a hangot azért lehet hallani, még hogyha nem is közvetlenül felém intézett, tehát amikor így bemondja a szövegbe, és azon kívül meg hát ne felejtsük el a feromonokat, amik ugyan értelemben olyan egyediek, mint az új lenyomataink, azaz a személynek az illata. A mozdulata is azért ez egy borzasztóan kreatív megoldás. És pontosan ez az, ami napjainkban hiányzik, és az jutott eszembe, itt ezek tehát a fordítás révén azért helyenként, ugye még ezzel játszottam, hogy hogyan fordított helyenként félre a fordító, ugye? És hogy azért ezek is érdekes dolgok lehetnek, mert ugye azért legendás pontatlanságok vannak. Lehet, hogy nem is akartak semmit, csak a fordító véletlen félreértette a dolgokat. De abban még van egy humorfaktor, de főleg akkor, hogy a Gyuri fekszik a lányjal, és ugye a tarkóján a fordítógép, és akkor az félre fordít valamit, na ott még röhögés is lehet. Ami... Az nagy poén. Az nagyon nagy poén. Figyú, van-e hogyha most itt az ember tanácsot kérne tőled, hogy van-e olyan, azt mondtad, hogy a tekintetet mondtad, a feromon, azt nem tudjuk nagyon kontrollálni, van-e olyan, amit én tudok olvasni a másik reakciójában? Tehát a Gyuri odarántja maga elé a fesztiválon a csajt, az nyilván kénytelen, de hogy van-e, ugye szokták mondani, hogy ha mit tudom, hajával játszik, vagy ilyesmi, tehát honnan tudom én, hogy én tényleg bejövök a csajnak?
Általában egyébként így szerelmes párokat vizsgáltak, és megnézték, hogy mik azok a gesztusok, amit így egymás felé nyújtanak, mondjuk a szerelemnek a jelei, a felédőlés, a szemébe nézés, a gyakori bólintások, a felé nyúlászkodás, tehát egy kicsit ilyen óvóvédő kedvesség, és a düssen mosoly, az egy ilyen természetes mosoly, annak az ellentéte a Panam mosoly, a Pan American légitársaság stewardesseinek, akik csak így széthúzzák a szájuk szélét. Panam mosoly, ez tetszik. Nagyon jó. Tehát ugye nagyon természetes, és bocsánat, a lányoknak pedig, illetve pontosabban a felajzottságnak a jele, minden, amit a szánkkal csinálunk. Hogy annyira érdekes, hogy ilyenkor automatikusan többször láthatóvá tesszük a nyelvünket, többször megnyaljuk a szánkat, csücsörítünk, és megharapjuk a szánkat, és erről nem tudunk, persze ezt lehet tudatosan direkt is tenni, de jellemzően pontosan azért, mert hogy így az izgalom miatt egy kicsit átalakul így a nyál összetétele, és hogy ezért aztán így többször kell megnedvesíteni. Tehát, hogy ezt gondták le így a kutatók, hogy ez egy tipikus ilyen nagyon tetszel nekem, izgatott vagyok. Erre ugyanis fog, de Anett itt bólogattál nagyon. Igen, ez a szájszélünk megharapása, ez abszolút jellemző rám is, és rá is jövök, de valóban ilyen ösztönösen jön az embernél, amikor randizik valakivel. Honnan tudjam, Kriszta, hogy mennyire lehetek verbálisan bátor? Ugye az Anett azt mondta, hogy szép a mosolyod, ez jött. Ugye ez egy nagyon-nagyon finom, tényleg egy. De mi van, hogyha, honnan tudhatom én azt, hogy nem egy olyan csajjal kezdek el kommunikálni, aki nem ezt a mosolyt, hanem azt akarja, hogy tök szép a segged, vagy tök szép a mellett. Mert valakit az indít be, nem a mosoly dolog. Tehát én ezt hogy szűröm le, hogy mi a passzoló épp neki? Hát nyilván erre ilyen egyedi recept nincs. Ami tény az, hogy mondjuk, hogyha folyamatosan haladok, és akkor mondjuk egyre merészebbet mondok, és talán a legfontosabb, azt szoktam mondani a randizó fiúknak, hogy a lányra figyeljenek. Mert sokszor ilyenkor annyira azon gondolkodnak, hogy úristen, de idétlenül állhatok én itt a bárpultnál, és mivel ezen gondolkodik, ezért idétlenül is állok. Így van, ez olyan kellemetlen, tényleg. De azt is szokták mondani, mondtad, hogy figyeljen a lányra. Mi a jobb, magadról sokat mesélni, vagy nagyon sokat meséltetni? Általában, tehát most persze nincsenek ilyen fekete-fehér dolgok, de a nők nagyon szeretik azt, hogyha odafigyelnek rá, hogyha azt érzik, hogy érdeklődik. Tehát itt van egy kicsi ilyen félreértés a két nem között, hogy mondjuk a férfi azt gondolja, hogy neki most vetítenie kell, el kell kápráztatnia, szórakoztatnia kell, és közben meg a lány ott áll a végén, hogy oké, klassz, és az nem érdekel, hogy velem mi van. Aha. Tehát talán a legjobb az, hogyha pláne, hogyha nincsenek olyan fantasztikus történeteink, hogyha elkezdünk kérdezgetni. Azt, hogy, tehát, hogy ha azt érzi a másik személy, hogy te érdeklődsz iránta. Én csak azon gondolkodtam ezzel a fordítóval, amit az előbb mondtam is, hogy talán még az, hogy pötyögnek egyébként, és ebben van egy kis várakozás, hogy jaj, vajon mit ír. Tehát szerintem ez növeli a feszültséget, és szerintem emiatt mondjuk az ilyen csetes kis incselkedésre, vagy nem tudom mire is hasonlíthat, amiben szerintem lehet, hogy ügyesebb tud lenni valaki. Tehát, hogy lehet, azt oda akarok kiukadni, hogy lehet, hogy ma könnyebb is így ismerkedni? Pontosan egyébként, és ez nagyon gyakran a fiatalok problémája, hogy már van egy ilyen bevált sablon, lebutított csetnyelv, és amikor aztán ott ülnek egymással szemben, akkor, mint a sült hal hirtelen, szinte az a zavarba ejtő szituáció, hogy most is kell legalább mondjuk egy fél órát beszélgetni. Ez milyen érdekes, és mennyire igazad van. Most itt látván a fiatalokat, de hát ugye mi nagy verbális künszlerek vagyunk, Gyuri. És ezért nem jött össze az élet nekünk. Na jó, Kriszta, az a baj, hogy nagyon elfogyott az időnk, de még beszélgetnénk veled szívesen. Máskor is fogunk hívni, jó? Mindenképpen. Rendben, köszönöm, és szép napot neked. Én köszönöm neked, köszi, dr. Hevesi Kriszta, szexuálpszichológus. Szia! Szia! Hát ez nehéz terep, ez az ismerkedés. Nagyon nehéz terep, de hát ugye egy valami, és igazából a Krisztának nincs fekete-fehér, tehát nem tudsz egy taktikával. Vannak az egy dumás csávók, és ugyanazt tolják mindenhol végig, nem? Igen, a nagyszámú törvényben az is tud működni, de ott azért sok a lepattintás, az biztos. Tehát, hogy az... tehát inkább a sármom, az intellektusom, és a Mercedes. Ezeket próbáljam.
Ne nézz rám, Gyuri dobta be. De te mondtad, a te szádat hagyta el most. Most, igen. Akkor tiéd a büntetés. Jó van. Adáson kívüli büntetés? Milyen büntetés jár azért? Hát megjelenik a sárvos, jóhumorú férfi a Mercedes-szel, hát nem mondd már, hogy az nem tesz rá egy kis csillámport az egészre. Ne haragudj, Magyarország a legnagyobb, nagyképűbb autósok országa. Hát ennyire, tehát nehogy már ezzel tűnjek ki. Mindig ez autóval, senki nem tudja, milyen autón van. Igen. Jó, akkor az adáson kívüli büntetést választod, úgy látom. Én nem is szeretek vinni autóba senki, tehát én általában egyedül ülök benne. Ez például... De legalább ez konvojban imponál, menni. Minden nőnek. Imádnak konvojban menni. Na jó, kérdezzük meg a hallgatóinkat, hogy írjátok már meg, hogy mi volt életed legnagyobb pasizós vagy csajozós beégése. Amikor rászántad magad, hogy na, próbálkozom, és így... Igen, vagy egy dumával, vagy bármi. Tehát végre rászántad magad, ahogy a Laci mondja, és aztán az totál benézsz, totál pofára estél. Aha. Biztos voltál benne, hogy bejössz. Volt egy tuti taktikád, és a legnagyobb beégést élted át életedben. 0-20-22-22-122. Ez a Bocskor! 3:49 elmúlt egy perccel. Na, hát volt ilyen még. Képzeljétek el. Szia, bocsi, hétfő óta nem hallottam hírt a gendersemleges Jeremy kutyádról. Jól van? Google Translate-el én is szedtem fel szlovák csajt, érdekes dolog, azóta se sikerült. Köszönöm, hogy ilyenek vagytok, Geri. Uh-huh, de akkor az működött. Igen. Bocsi, nehéz lehet úgy dolgozni, hogy folyton arra kell figyelni, mit mondasz, kit sértesz meg. De hál' Istennek, te nem nehezíted meg a saját munkádat. Ebben mennyire igazad van. Én a gipszhajú és malteros seggű emberek nevében szeretnék megsértődni. Igenis szoktak ismerkedni. Reggel nézzétek meg a dohányboltok előtt, ott romantikáznak, üzeni Gosztin. Milyen igaz, ott zajlik a klub élet. Igen, a magára valamit adó csinos nő ideges attól, ha közömbös vagy, vagy annak tűnsz vele kapcsolatban. Ekkor fordul meg az udvarlási folyamat, persze, ha nem malteros, mi ez? Malter őrlemény van a hajadon, Attila az oda nem figyelő. Tehát ő azt mondja, hogy ha a nő egy picit teszi magát, és te nem reagálsz rá azon, hanem a közömbösséget színlelsz, akkor ő kezdeményez. Gondolom, ezt jelenti ez az SMS. Igen. Így szépen akkor, átadja a nőnek. Akkor igazából a dekoratív nők egyfolytában akcióban lennének, mert azért viszonylag sokan közömbösek. Szóval érted? Nem? Igen, nem hiszem, értem. Ez törvényszerű. Hát jó. Sziasztok, én az első feleségem a villamoson láttam meg, a barátomnak mondtam, hogy bocsi, de most nem tudok vele tovább menni, majd máskor pótoljuk a mostani programot, de azzal a lányjal meg kell ismerkednem. Majd oda mentem a lányhoz, és mondtam neki, nagyon szimpatikusnak látlak. Oké. Okay. A végét látom. Nagyon szimpatikusnak látlak, volna-e kedved egy kicsit beszélgetni? Elkísérhetlek-e kicsit? Jó, de figyelj, de jó, minden... 90-es évek azt mondod, ugye? Nem, azért beszélek az emberek kifejezőben is. Mire mondom? Nem, csak a mentségére? Nem, bocsi, az emlékezz vissza, a 90-es években így beszéltük. Simán elég volt akkor ennyi is, hogy elolvadjon valaki. Jó, majd elkezdtünk beszélgetni, valóban egy darabig engedte, hogy elkísérjem az útján. Aztán nem volt több találkozó megbeszélve, telefon akkoriban nem volt, mobil sem. Majd minden este napokon keresztül mentem arra a környékre, esőben, viharban kerestem, hát ha újra látom. Aztán egyszer odajött hozzám, kiderült, hogy minden nap látott. Elkezdtünk beszélgetni, és már megbeszéltünk további találkozót, és elindult a kapcsolat. Zoli, ez sikeres volt, mert ugye azt mondja, az első felesége volt. Igen, és ez egy tök helyes történet, de ma... Mert teljesen más világ van. Tehát odamész egy lányhoz a villamoson, hogy elkísérlek egy kicsit, az lehet, hogy úgy megijedt tőled, hogy hanyatomlok, menekül. A 100%. Igen. A 100%. Teszem hozzá, egyébként lehet, hogy van olyan nő, akinek például pont az, hogy nem baj, ha egy kicsit szerencsétlen, ügyetlen vagy. Tehát, hogy ő nyilván fölismeri a helyzetet, hogy neked most rohadt nehéz lesz, és vagy próbálja összeszedni magát. Hát, ha fölismeri, igen. 17 éves lehettem, és randira kellett menjek egy lányjal, de annyira gyomoridegen volt, hogy előtte megittam 2 liter bort. És 10 perc elteltével a randin összerókáztam magam, és a lány lelépett. Én meg ott maradtam, Szabi. Na, ilyen sztorikat kerestünk. Jó, gyerekek, van egy nagyon érdekes... És akkor még nem volt Google fordító, egy francia-magyar kapcsolat. Itt van velük egyiket, Joci a bordiller, maga. Hello, Joci, jó reggelt! Hello, sziasztok, jó reggelt! Jó reggelt! Na, hát ez milyen izgi, amit leírtál. 90-es évekről beszélünk, és egy vonat utazás Nizzából Párizsba, ugye? Igen. Akkoriban vasútnál dolgoztunk, és a barátaimmal kitaláltuk, hogy menjünk egy európai körutat. Ugye ingyen volt a vonat. Aha. Tehát már ebből lehet egy spórolni, és akkor Nizzától mentünk fel Párizs felé,
és az egyik állomáson ugye nem mehetünk TGV-vel, mert arra ugye nem volt pénzünk, hanem ilyen sima személyvonattal, és az egyik állomáson felszállt Olivia, így hívták ezt a francia lányt. Olivia. Tényleg gyönyörű szép volt. Aha, Olivia Vincent, mai napig emlékszem. Olivia Vincent, Vincent, valahogy így mondaná a francia. Kerestem a Facebookon, nem találtam meg soha, úgyhogy nem tudom, mi lehet vele. És két hatalmas nagy bőröndel, de akkora bőröndel, hogy szerintem egy hónapra utazott valahova nyaralni. És ugye mi meg ugye úri emberek voltunk, oda pattantunk, hogy majd mi felrakjuk tőled a tartóra fel a táskát. Hát olyan nehéz volt, aztán szétszakad a gerincem, szerintem vagy 50 kiló volt abban a táskában, de fölküzdöttük. Hát Olivia valószínűleg egész életét belepakolta is valahogy, és Párizs felé mentő is. Igen. Egy irányba utaztunk, igen. És ugye elkezdtük beszélgetni, hát ugye előkerült a szótár, akkoriban még okostelefon, telefonunk sem volt, nem hogy okostelefon, ugye ez a 90-es évek elej volt, és Párizs előtt már tényleg a szótárt olvastattuk egymással, ő franciául, én magyarul, ugye én nem beszéltem az ő nyelvén, ő nem beszéltem, ugye? Na de bocs, Jóci, adsz aki csak félbe egy pillanatra, de hát ugye a szótár az egy lassú műfaj, és ott általában egy szót tud csak. Tehát, hogyha mit tudom én, azt akarod neki mondani, hogy ú, Olivia, nagyon bejössz, vagy Olivia, szép a combod, akkor melyik szót keresett ki? Comb? Vagy szép? Vagy... Tehát, hogy érted, amit mondani akarok, hogy nem lehet kommunikálni, hát, csak egy-egy szóra tudsz rámutatni, hogy te most erre gondolsz. Igen, így igaz. Ez így történt. Igen, hát utaztunk. Emlékszem, milyen szavakat mutattál neki? Fú, nem, őszintén nem. Csak arra emlékszem, hogy a végére már tényleg komolyan össze jöttünk idézőjelbe. Kikivel? Megadta a címét. Hát egymással. Erre várjál, haverodda voltál. Jaj, nem, hát mi öten voltunk srácok, és én mellém ült, odaszólt a jegye, a helyjegye. Ja, Olivia jegye. És te kezdtél el szótározni. Oké. Igen. És akkor volt csók? A vég, igen, mielőtt leszállt, igen. Igazi csók? Igen. És akkor megadta a címét is. Megadta a címét, írtam neki levelet, de sajnos soha nem jött válasz, úgyhogy hát ez egy ilyen hamvába holt történet lett az végén. És a levelet is azzal a szótárral írtad? Persze, hát mi mással? De mit írtál benne? Kedves Olivia, én vagyok Jóci, a Bordiller a vonatról. Igen, jaj. Igen, Magyarországról. 90-es évek eleje volt. A srácokkal azóta is emlegettük, tehát mikor találkozunk, akkor mindig eszembe jött, hogy az mekkora sztori volt. Hány éves lehet ma Olivia? Hát szerintem ilyen velünk egyidős lehetett, szerintem olyan 50-es éveiben lehet kb. 50-es éveiben lehet, valószínűleg már szült, valószínűleg Párizsban van, valószínűleg jó az illata. Nagyon, az nagyon jó volt, arra emlékszem, igen. Bocs, csak én végig úgy hallgatlak, hogy becsuktam a szemem, és átéltem én is. Mármint, hogy helyetted én ülök Olivia mellett. Nem úgy, hogy én vagyok Olivia. Nem bántad volna meg. Nem bántad volna meg. Na jó, Jóci, köszönjük szépen. Én köszönöm. Köszi, szia. Hello. Hú, ez jó volt az Olivia sztori, teljesen belemelegettem. Tehát egy szótár a pokoli lehetett szavanként. Igen, melyik szót keresett ki? Tehát, hogyha mit tudom én, közölni akarod, hogy mit tudom én, Párizsig utazok. Csak ennyit akarsz, akkor mit lapozol fel a szódárban? Hát valószínűleg a Párizst keresném ki, mert azt tudom azt mutatni. Tudom, Párizs, hogy én... De Párizst tudom. Meg a vonatot is tudom mutatni, tehát ez még egyszerű. Hát nagyjából le is szállsz. Mire egy ilyen összetett mondatot összeraksz, le is szállsz. Hát bonyolult. És nem zavar, hogy szótár segítségével nem tud ezt az agresszív hangot előadni, amit szoktál? De hát ezért nem szótárazok soha. Tudja hozzá csinálni, hogy Párizs! Én Párizs! Ó, hogy ne! Fölállok Párizs! Igen? Jó, akkor hangcsapda, jó? Jó, legyen az. Megmaradt tegnapról, érdekes módon nem találták ki. Egyébként nagyon, én nagyon meglepődtem rajta, gyerekeket tudni fogjátok ma. Hába, te jól érsem, akkor te kocka, hogy sem. Téle vagy, magad az nem vagy, be se a has. Hiá mindegy, holdok, ha nem vagy, hogy te babad vagy, hogy ten is most, hogy érzik még. Na, összegezzük, tegnap volt, hogy a műsorodban szokott lenni, meg hogy énekesnő. Pontosan, így van, hívjatok 0-20-22-22-122. Ez mi? Ez olyan, mint a hangcsapda. 9 óra lesz 2 perc múlva, és a Gyuri ide tette nekem Jozit. Hello, Jozi, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok, hello! Hello, Jozi. Miért vagy ilyen fáradt? Vége a napnak? Fáradt. Tüdőgyulladásom van, és itthon vagyok. Oh. Ilyet hogy szerez az ember?
Hát, ez jó kérdés. Egy pár hete már tart, úgyhogy... Aha, nem, de hogy ez nem valami Covid történet, hanem nem, ez egy megfázós? Nem. Ez egy megfázós dolog? Nem. Vagy hát, valamit bekaphattam, valami vírust, ami nem influenza, meg nem Covid, aha, és valószínűleg nem pihentem eleget utána, és összejött mellé egy tüdőgyulladás. Hát, akkor jobbulás neked. Figyú, kezdjük el, nem? Köszi. Igen. Oké, rendben. Tessék. Te jól érsen, akkor te kocka, hogy sem. Téle vagy, magad az ember vagy, mesél has. Hiá mindegy, holdok, ha nem ér, hogy te babad vagy, vagy ten is most, hogy érzik még. Tudod ki ő? Oké, hát ha nem a Szandi, akkor én vagyok. Hiába vagy vékony, hiába vagy izmos, hogyha nem érzed jól magad az életedben, és nem vagy boldog, akkor teljesen mindegy, hogy kockás el hasad vagy sem. Hát Zsozikám, nagyon nagy vagy. Tényleg. Ó, köszönöm szépen. Na, hát lesz egy bocsizacsid, a megfázott kis fejedre egy téli sapka még. Meg a teához. Egy bögre. Így van. Tökéletes, köszönöm szépen. Na mi is, köszönjük, hívom majd a címedért, köszi és jobbulást még egyszer. Köszönöm, rendben, sziasztok. Szia. Na, jövünk vissza a mi drága Vokcinkkal, és ugye hétfőn kezdett bele abba, hogy milyen hétköznapi bűncselekmények nyilván időzőjelben történnek ki családon belül, vagy akár munkahelyen, vagy barátok közt, amit egyszerűen nem tudunk megbocsátani, és ettől tízes skálán kellett nekünk értékelni azt, amit ő példaként hozott, például, hát ugye az egyes az a semmi gond, spondja rá, a tízes adja halál érte, ugye? Ez igen, volt. Hát ezek az apró figyelmetlenségek, meg nem törődömségek, amit mondjuk családtagjaink vagy kollégáink követnek el velünk szemben. Igen, és ezt a listát szeretné folytatni, hívjuk Vokcit a hírek után. Ez a Bocskor! Na, ez most én vagyok? Ez te szólsz. Igen, és ez jön? Igen. 9 óra 14 perc. Ez is jön? Jó, csak itt már szétszettél, Gyuri. Hát itt, szétszettél, azt a minden. De tényleg, jó reggelt amúgy mindenkinek, Laci, Gyuri. Jó reggelt. Anett, jó reggelt. Jó reggelt, sziasztok. Kihoztál a... Nem a sodromból, kizökkentettél a... Béketűrésből. A béketűrésemből, igen. Igen. Mindig zenei stílusokkal csörtézünk mi itt, meg énekesekkel, előadókkal. Mert jött az Oasis, és mondtam, hogy jó, mondtad, hogy énekel olyan flagmán, mondom, igen, olyan John Lennon imitátor. Igen, csak nekem ő egy nagy idolom, meg az egész Oasis. És utána elmondtam neked, hogy a nagy idolod, igen, de hát ő a legnagyobb John Lennon rajongó, és igen, ezt te nem tudtad. Igen, csak elsőre ilyen lekezelő hangnemben mondtad, hogy John Lennon imitátor, és akkor azt hittem egyből, hogy harcolnunk kell. És meg kell védeni, és akkor te mindenkit megvédesz, akit én bántok, és erre megköszönt a lovász, igen, és akkor érted csak meg, hogy hol van a lelke most. Igen, és akkor értettem meg, hogy hibáztam. Igen. Na, így volt ez, barátom, ezért nem volt ez ilyen sima kezdés. Sziasztok, bemondanátok még egyszer, Léci, hogy a hangcsapdának ki volt a megfejtése, olyan kíváncsiak voltunk a kollega nőkkel, de pont nem hallottuk a megfejtést. Mondsi, Szandi volt, Szandi. Na, igen. Sziasztok, az előző témához kapcsolódóan én is úgy ismerkedtem meg jelenlegi párommal a Kanári-szigetegen, hogy nem beszéltünk egymás nyelvét, ő venezuelai, ezért spanyolul beszél, én angolt tanultam, eddig működik a kapcsolatunk, Robi. Basta! De jó. Értem, hogy nincs köszöntés, jól is van ez így, de mi a helyzet a sok hájával, amit a segnyalók kérnek javarészt maguknak, vagy hogy hallassák a hangulat? Rengeteg idő elmegy rá, nem beszélve arról, hogy nagyon idegesítő. Figyú, utána néztem, itt van előttem a hájá, kereken egy másodperc. És ezt én találtam ki. Tehát ez a másik, hogy ez tőlem jön. Nem tőletek. Igen, így kötözködjél. Egy másodperc, ott van 0-0-0-1. A rengeteg idő elmény. A rengeteg idő, így van. A világ egyik felét biztosan gyűlöli. De a másik feléről is gondol valamit. De vajon mit? Vonalban fog a processzor. Jó reggelt, Vokcika! Boldog jó reggelt, sziasztok! Hello. Szia. Hello. Jaj, de hiányoztál, barátom. Tényleg? Igen. Nemrég beszélgettünk. És akkor úgy elevenedett, hogy mindig csak itt adásban beszélünk, és milyen jó volt téged itt privátban hallani, és akkor elkezdtél hiányozni. De aztán elfoglaltam magam. Utána én is. Na, folytassuk megjött, akkor ezt a... Megjött az ihlet. Na, igen, folytassuk ezt a dolgot. Én ezen képzett komolyan elgondolkodtam, hogy mi ennek a filozófiai hétköznapi bűneink, hogy miért zavar ez minket? Hát apró kis bűnöcskék, meg hát vannak ilyenek az emberek, nem, egyik más, igen, hanem hogy
ebből alakul ki aztán végül a háború, érted? Tehát a világ nagy katasztrófái, már mint amit az emberiség egymás ellen elkövet, ebből alakul ki. Tehát aki ilyeneket csinál, az egyszer csak eljut odáig, hogy rémtetteket fog végrehajtani, érted? Uh-huh. Miről beszélek? Persze. Tehát aki ezektől óckodik, meg ezeket nem csinálja meg, azok általában pacifisták, azok általában konfliktuskerülők, azok általában normálisabb társaságba tartozik. És ezért ezek az emberek eltűnnek az életünkből, tehát ezekkel nem közösködünk. És ezzel kirekesztjük magunkat, lehet, hogy ebben részt kéne vennünk. De hát a kérdés az, hogy mi számít bűnnek. Most menjünk be a fürdőszobába. Jó. Ezek alapvető alapvetések és tényleg primkód dolgok, de kíváncsi vagyok, hogy ti ezekkel hogy vagytok. A fürdőszobában eleve már, jó, szállodában divat az, hogy ledobjuk a törölközőt a földre, sőt kérik is, hogy amit nem használunk, hogy ugye ne kelljen válogatni a gyezsurnájának, hanem hogy összeszedi a ledobott törölközőket és azokat kicseréli. Igen. De otthon mi a helyzet ezzel? Hát jótól kérdezed, mert én ugye én nagyon szeretem a szállodai rendet. Igen, nagyon szeretem a szállodai rendet, és ezért én például a törőközőket magam is ugyanúgy rakom vissza, mint hogyha reggel, amikor bemegyek, mint hogyha tényleg egy szállodai fürdőszobába lépnék be, a törőköző teljesen, tehát én nem dobom le oda. És mindig úgy, és ugyan oda, és frankon összehajtva, és lehet a szárítón, így van. Na ez nem, ez de milyen, milyenek van. Vannak még? Nem tudom, Gyuri, milyen vagy. Gyuri, te milyen vagy? Én összehajtós. Te is összehajtós, Laci? Igen. Összehajtós, persze. Igen, ide tartozik ám a ruha eldobálása is, meg minden, tehát tudod, ez, amit nem értek, az ilyen férfi tulajdonság, azt majd a nők meg mennek, utána szedegetik, tudod, az okni elhajagálás. Sokat, igen. Igen, nekem ez sem megy, tehát ezt sem értem. Aztán például azt mondja, a zuhany visszaállítás, hát ez ma már nem nagyon nagy probléma, de még mindig előfordul az, hogy máshova van állítva a zuhany, mint amire lennie kell, és ugye ez, hát ez tréfálkozásra is ad okot, ugye, hogy amikor megnyitod, akkor pofányom, amikor ugye úgy van beállítva, tehát ez ócska trükk, de ami rohadtabb ennél, a fordított bekötés. Én egy csomó helyen voltam vendégségben, ahol ha megnyitod a hideg vizet, akkor forró jön, ha fordítod, akkor meg ez, hát mert úgy kötötte be, jó van, hát most mi van, akkor úgy van. Érted? Tehát na de hát mit tud csinálni? De nem, ez egy mentalitás, érted? Tehát nem értem meg, hogy miért jó ez így, érted? Tehát miért törődsz bele, te barom, hogy így szerette fel az a másik barom? Miért nem szólsz neki, hogy ezért fordítsa meg? Vagy fordíts meg, te nem egy nagy ügy. Igen, érted? Csak én úgy vagyok vele, ha nálam így lenne, nem tudom, hogy így van egyébként, nálam így lenne, akkor én... valószínűleg nem falat bontanék, mint te, és a két csövet kicserélném. Nem, a két csövet kell kicserélni, be kell fordítva, ott van a csap alatt apám, a két ízi, ami rá van csavarozva, csak meg kell fordítani a kettőt. Tehát ha a piros jelzésű ízét csavarom el, akkor már ne hideg víz jöjjön belőle, hanem meleg. És én a csapon festeném át a pirosat kékre, és például. A kéket. Például. Akkor annyi. Kész, lecseréled a csap. Így van, a vizét, a tekerőjét lecserélem. Igen. De érted? De ez már valami. De érted a hozzáállást? Hétköznapi piti bűn, és mégis milyen az egész élete ettől kezdve ilyen, érted? És akkor utána eljön azért a gyilkosságig. Na, érted, mire mondtam? Akkor az gyakorlatilag, az sem értitek, a családtagok, amikor elmennek a WC előtt, és lekapcsolják a villanyt. És te bent ülsz, és ott hagynak téged a sötétbe, és akkor ugye... Barna macit betámasztasz, kinyitod az ajtót, és mert hiába üvöltözöm, már nincsenek ott. Szóval ez is egy ilyen napi, ez jó, hát ez ilyen 2-3 pontos bűn. Hát át kell szerelni belülre a kapcsolót. Egyébként nem is értem, hát, nem belül van. Igen. Hát, ja... Hát, hogy már eleve világosba lépjél be, érted? Tehát, ja, el ne essél. Magadra csukod az ajtót, és elmerülsz, hogy igen, és nem találod a kapcsolót, igen. Na, aztán most nézzük a kommunikációs történeteket. Na. Vannak emberek, akik általában azt szokták, hogy napi 5 történetnél többet nem eséljen neked valaki, mert akkor agyonvered, és ne küldjön neked hangüzeneteket, mert az is nagyon idegesítő. Ti szoktatok hangüzenetet kapni egyébként? Egy-két embertől igen.
És az milyen azt végighallgatni, érted? Nem jó. Én sem szeretem. Azt elfogadom, amikor valami miatt nem tud pötyögni, gyorsan fölmondja izét. De van, aki rendszeresen ezzel kommunikál, hogy fölveszi a kis mondatait, és akkor bing, elengedi, nem is kell nyomni már, elengedi, és már átjön ding-ding-ding, ott van, és akkor meg kell hallgatom a hangüzenetét, ami egyébként sok minden esetben ki van hangosítva. Ugye? Igen. És mindenki hallja. Ez egyébként nagyon érdekes, mert én a barátnőmmel mindig hangüzeneteket hagyunk egymásnak, és én viszont nagyon szeretem. Tehát nekem annyira egyszerű. De te, aki végül is nem sikeresen végezted el a tömöríti iskolát, te rázudítasz egy ilyen 4 perces hangfájlt? Valamikor 7 perc. És van 15 perces, és az... és ez visszaverza működik, ő is, és ilyenkor megbeszéljük, de közben én mosogatok és hallgatom az üzenetet. Működik. Igen. Ez? Ez az időrablás. Ez egyébként amiatt az emberek nem szeretik egymást, hogy mennyi időt rablunk el egymástól úgy, hogy nem vesszük észre. Volt az a film, emlékeztek, amikor a karján futotta azért a számsor az illetőnek, nem is tudom, ki játszott, mindegy, nem érdekes. Igen, tudom. Ahol fogy az ideje, igen. Időt lehetett feltölteni, és venni, és a többi, és abból éltél. Na, én ezt kiszámoltam, hogy csak azzal, hogy az összegző liftben, aki a 10. lakik, nem veszi a fáradtságot arra, hogy megnyomja a földszint gombot, amikor kiszáll, mert akkor visszamegy a lift a földszintre, érted? Ezzel, hogy az életem során kiszámoltam egyszer, még leért a lift a 10., hogy mennyi időt veszel az életemből. De miért pont a földszintre? Hát, hogyha egy hívós lift, mennyivel több az esélye egy földszinti beszárónak, mint egy 3. emeleti beszárónak? Szerinted melyik, hol vannak a legtöbben egy liftnél? Legtöbben a földszinten vannak. Ez nem igaz. Hát ez egyszerűen nem igaz. Minden emeleten egyforma számú ember lakik. Hát többnyire. Igen. De. Tehát és mindenki, honnan indul mindenki az Isten szerelmére? Hogy kerül az emeletre, ahol lakik? Honnan indul mindenki? A földszintről indul. A teremtés napján igen, de onnantól már keveredik. De akkor miért nem küldi le az ötök? De nem mert nem tudja. Figyelj, aki a 9. lakik, annak le kell hívni, aki a 8. lakik, le kell hívni, aki a 7. lakik, le kell hívni. Érted, miről beszélek? Tehát akkor hol van jó helyen a lift? Az 5. A 5. Legalább oda küld vissza az anyádat, érted? Maga megőrített. De érted? Jó, akkor jó, mondjuk, amit neked is van. Nem indul el a pirosnál, érted? Akkor is ellopott az életedből egy izét. Vagy úgy megy be az izét a lámpához, érted, hogy te már nem férsz el a kereszteződésben. Ezek is időt lopnak el, érted? Tehát fogy, és közben idegeskedsz, érted? Ha én vagyok elő, ja, és ezért mondom, mindenkit a városban előzd meg a francba, mert mindenki, akit magad elé beengedsz, az mind ki fog kúrni veled, az tuti, mert vagy ügyetlen, vagy hülye, eleve, ha be kellett engedni, már hülye volt, érted? Na, mindegy. Nem teljesen így látom, de azért oké. Én így látom. Te így látod, oké. Na, aztán ágyra cipővel puff, ráhúppanni. Ez egyébként amerikai filmekben mindig látható, ugye ez természetes. Aztán vannak a szemétsakálok. Azokat nem tudom, ismeritek. Nem. Autóval megállnak egy nagy szemetes, vagy ezért a szemétlerakók mellett, ezek a kukák, meg stb. Uh-huh. Tehát a lényeg az, hogy idegen kukákat használnak fel, és oda ledobják a szemétüket vissza az autóba, és el a francba. Általában ilyenkor sítet raknak le, vagy mit, valami olyasmit, amit nem illik szemétbe rakni, vagy egy kibelezett őzet, vagy mit tudom én, valami hasonló kis nyalánság. Nálam az őznek a beleit, az beszokták dobálni a kertembe, apám, az a nem semmi. Hát ez a jó komposztanyag. Személy, a kösz. Hogy számolok el vele? Vegyek egy őszbe üzét belekkel a kezembe, viszem a komposztba, és akkor a szomszéd már és a többi van, hogy ütőbe van, kisapám, vagy mi? Egyébként én nem értek a vadászathoz, hogyha lelövök egy őzet, akkor ott helyben illik kibelezni, vagy hazaviszem, és otthon belezem ki. Hát az orvanászok úgy szokták, hogy ott kibelezik, de azt hiszem, hogy mindenki ott szokta kibelezni, vagy nem tudom, még nem de ott az csemege még valami más élőlénynek? Hogyne, természetesen. De hát ott kell hagyni. Összes ragadozónak, igen, hát jó, ez a logikus, így szokták csinálni. Jó, csak furcsa világot élsz, tehát én még életemben nem találkoztam őszbéllel a környezetemben. Nem, viszek neked annyi, nézd, én az érdeklődést ki tudom elégíteni, semmi gond. Meglepetésként, biztos lehet valami jó kaját csinálni belőle. Na, aztán
tömegközlekedési eszköz, ugye hát a büdös ételek evése például, ugye, tehát általában ez a fokhagymás nehezebb fajsúlyú kaján. Jó, tudom, hogy te ízére gondolsz villamosra, de én nem felejtem azt a mamit, aki együtt repült velem Spanyolországba, Vizelen. Repülőn. Vizelen, és elővette a fasírt golyókat. Azaz. Ferrero Rocher. Gyakorlatilag Ferrero Rocher alufóliában. Az a mindenit. És nyilván, hát, figyelj, ez egy valakinek jó volt a mamának. Hát mindenki ismeri ezt a fasírt golyót, ez finom, fokhagymás, szuper, az egyik legjobb kaja ever, de ezt zárt térben más utasokkal megtenni, atya úristen. Erre gondoltál, nem ilyesmire? Arra, persze, de én repülő, nem, ilyen élményem nem volt, pedig aztán én voltam sokat a szovjet. Nem, azért, mert miután nem kapnak már ingyen kaját az emberek a repülőgépeken, ezért maguk visznek. Ez a fapados. Persze. Ez igen, repülőn egész kolbász, Ferrero-s, nagyon jó. Na, aztán mozgó lépcső metrónál, nem tudom, hát jó, bocsi, te nem nagyon metrózol, de mozgó lépcső metróban, amikor fölérsz a mozgó lépcsőn, és ott áll a társaság, és ott beszélget. Ja, hát ez klasszik. Meg az ajtóban beszélgetős. Meg a bejáratnál, igen, ott, amikor ugye a metróhoz mindenki siet, mint az atom. Meg a Lidl bejáratnál ott találkoznak mindig, és a kocsiaikkal állnak az ilyen az körben, átkom. Anyukák. Ez az, igen, és utána várjál, mikor morogsz, és belépnek, akkor meg ott állnak meg, mert ott vannak a virágok, meg az Isten igen. Tudja, micsoda. És keresztbe tett kocsival. Na jó, hát én már nem ezért elegyedek szóba, és nem én tolok, ezért lövök, és lövök. Tehát én megfogom a vállát, és megyek. Csokolom. Oh, tovább. Ugyanitt a boltban, ugye, a kihangosított telefon. Fú, te! És senki nem szól rájuk. Ez egy új szokás most, mert régen azért mindenki a füléhez tartotta, és én is most egyre többet látok, hogy úgy telefonál, még nagyon sokszor nem is nézi, tehát nem videóhívás, hanem teljesen nézi, és tartja így a szája elé, mint egy szendvicset. Ja, mint a vajas kenyeret. Mint a vajas kenyeret, és úgy beszél, és nem értem, hogy ez miért jobb, mint ha a füléhez tartaná. Tehát egy pár centivel odé van az egész, onnantól intim, csak az övé a beszélgetés, így meg mindenki, nyilván más zavar, ez egy másik kérdés. Egyszerűen nem értem, tehát oka. Semmi. Nincs. Tehát, és igen. Mondom, ezek gyilkosok. Ne, és közben kotorászik a mélyhűtőben, érted? És ordít, hogy és közben tulajdonképpen narrája otthonról utasítgatják. Nem tudom, itt van ez a izé, meg de mellette látom, itt jó, itt a máj, oké, iszonyatos te. És akkor én azt szoktam használni, hogy mellé állok, és nyomom én is ezerrel, érted? És akkor már imitálsz egy beszélgetést a Pirivel? Persze, mint az atom, nyanyá, telefonnal, ott üvöltök mellette én is, érted? Semmi hatás, csak a gyűlölet megoszlik, tehát az összes tömbi ember már két másik ember gyűlöl, érted? És benne vagyok én is abban, és én is már, tehát nincs olyan, hogy én most ott lelepleztem az illetőt, és hogy én mennyire stilisztikusan kifigurázom, hanem én is abban a csapatban tartozom, amit ő művel, érted? A legrosszabb, amikor tudomást sem vesznek róla, érted? Tehát ott állna, ha mindenki üvöltene telefonjába, semmi nem történne. Iszonyatos. Na, menjünk tovább. Aztán a franc egyemünk. Akarsz még egyet, vagy tartogatod jó, még? Hát, azt akartam elmondani, a legrondámat, amit még én saját tapasztalatból láttam, az hagyján, hogy a kutyaszart nem szedi össze, meg a cigit eldobja, de a kutyaszart tudod, honnan nem szedi össze? A kutyaszart tároló elő, mert oda megy a kutya, és oda szarik, ahonnan tudod, ki kell húzni az zacskót, meg ahova be kell dobni a zacskót. Ott szaratja a kutyáját, és ott hagyja, érted? Az milyen. Vagy a cigi oda dobja a csikket, le a földre, ahol a csíktartó van. Érted? A csíktartó kevés van, de oké, az már szemétség, de én is azt gondolom, hogy én úgy nőttem fel, hogy Budapest tele volt hamutartóval, én ugyanannyit cigizem, Budapest kevesebb hamutartót tesz ki, vessen magára Budapest. Na jó, de ha ott van, akkor már belerakom. Akkor nem? Belerakom, hogy minden alkalommal belerakom. Na de az mekkora parasztság, hogy akkor nem rá, hanem mellé nyomot, érted? Igen, abszolút. Az milyen tahóság.
Vagy ugyanez a kutyaszarra. Na mindegy. És ide tartoznak a kutyaszar simogatók is, akik tudod, úgy mennek ki a parkba, hogy a kezükön van már a izét, a kék, meg a neonzöld izé, kutyaszar zacskó, és csak simogatják a földet, tudod, amikor a kutyaszariket csak imitálják. De nem viszik el, csak szar simogatnak, és mennek tovább. Kutyaszar simogatás, ez a divat most. Na jó, a Vokcikám, köszönjük szépen, brutál jó hétvégét neked, egész családodnak, ölelem őket, mindenkit külön-külön puszilok. Rendítsek. És csőkutya. Csőkutya. Csőkutya, az ősz belsőségeket meg majd küldöm. Jó, léci, igen. Igen, igen. Hello. Aj, gyerekek. Jó van, a mai nap legjobb pillanatai következnek, gyerekek, ez csodálatos volt. Tehát az építkezés, hogyha valaki, nyilván sokan vannak, akik átélték már ennek a bájait. Igen, de Pásztor Anna is éppen ebben van. Ő már túl van a teljes összeomláson, most megint összeszedte magát, de mesélt nekünk arról, hogy milyen nehézségekbe ütközött. Ez a Bocskor! És 10 óra lesz 2 perc múlva, nem térünk magunkhoz, teszem hozzá, egy csomó SMS-től beolvashatatlanok, ez a ki mit csinálna Annával, meg engem is. Szóval, de nyilván kedves közeledésnek szánják, de annyira nem minősít. De Gyuri halálra rölgi magát ezeken. Itt a Lacikával, Latival zokogunk azóta, és mi imádjuk ezeket. Küldjetek bátran. Na. Egyébként én láttam pirost, ilyen piros csík van a lába között. Na, mesélj. Egy vagy kettő. Egy ilyen belső varrás. Aha, oh. Milyen szögből sikerült ezt kiderítened? Viszonylag szemből. Aha. Igen. Szóval piros milyen helyzetben volt? Séta. Séta helyzet. Oké. Jó. Akkor villant meg. Ez jó. Nézzétek majd meg. Jó, mást is láttál a piroson, mert csak ideig jutottál. Ideig jutottam. Meg van egy piros kocka. Itt. Hol? Jaj, de féltem. A mellkasán, és van egy piros bakkancs a lábán. Na, akkor minden stimmel. Akkor ez a lába. Akkor jó. Ez ő, akkor ez piros. ő jön, és őt is megnézhetik a hallgatók? Hát ha nagyon szeretnék, biztos, hogy a Facebook oldalunkra, mint a retro. De hogy mennek ezek a kamerák, az ő... Nem, kamerák. Mennek. Nem, de a retro Facebook oldalára mindig kerül ki a pirosról friss. Egyébként írták többen, hogy leállt a videán az online. Szép hétvégét, Dani. De hát mi is leállunk most. Most már mindegy. Anettnek dicséret, már hívott is nyereményügyben, üzenik Josie. Wow. Jó. Oh, igen, Gabi bá, egyébként én is zseniálisan masszírozok, kiadhatod az elérhetőségem, meklánes@meklánes.hu. Ha imádom, hogy elcsesztétek a Vokci hétvégét, ez a umba lift küldözgetéssel. Kénytelen lesz újra mérni mindent. Igen, hú, gyerekek, elmúlt 10 óra. Jöjjön piros, mi elmegyünk hétvégézni, és találkozunk hétfő reggel 6:08. Viszlát!